Üdvözletem mindenkinek, itt a Twitch-en, illetve azoknak is, akik a YouTube-on nézik majd ezt a streamet vissza. Üdvözöllek titeket, Fenrir vagyok, és ez pedig nem más, mint a Total War Three Kingdoms egy év után újra. Ugyanis tavaly játszottunk, ugye akkor, amikor bemutattam nektek ezt a játékot, akkor játszottunk utoljára. És azóta rengeteg idő eltelt. A játék rengeteget bővült, változott, és szerintem egy nagyon pozitív irányba ment el. És mi sem példázza ezt jobban, mint hogy megérkezett a legújabb, nem is igazából Lord Pack, vagy amolyan fajta kisebb DLC, hanem egy egész, szó szerint a Creative Assembly kiegészítésként kezeli, tehát ez egy kampánypack, ami nem más, mint az első hivatalos kampánypakja a Three Kingdomsnak, ez pedig nem más, mint a The Furious Wild, és ahol Nanman népét irányíthatjuk, és szállhatunk harcba a szomszédos Han dinasztiával, hát természetesen előtte egyesítenünk kell a Nanmaniakat. Most technikailag Nanman Kínához tartozik, gyakorlatilag különálló ebben az időszakban eléggé érdekes megosztóak, hogy igazából kik voltak a Nanmaniak. Mondhatjuk úgy, hogy kínaiak, de ahhoz közeli területeken, dzsungelekben élnek, az egykori Burma területén éltek, amit ma most nem tudom, hogy hívnak a mai terület, tehát a Burmának a mai területe, de az a lényeg, hogy az ottani területnek a lakosai voltak, akik igazából egymással is harcoltak, illetve ugye a széteső Han birodalommal is harcoltak, és igazából hamarosan megláthatjátok, hogy hogyan fogjuk fölvenni a fonalat, és hogyan fogunk mi megpróbálni egyesíteni először is a saját törzseinket, utána pedig nyilvánvalóan rászabadulni a széteső Han birodalomra, ugyanis ez lesz a kampányunknak a célja. Nos, már itt is vagyunk, hogyha minden rendben van. Egyébként üdvözöllek titeket, Koppi, nagyon szépen köszönöm, hogy támogatod továbbra is a csatornát. Üdv újra, egyelőre én se tudok nagyon sokat az új népről, nekem is teljesen új lesz ez a dolog. Akkor üdvözlöm a gombalovasokat, Lord Hefki, Mimirman és természetesen minden nézőt. Nos, régen volt már Three Kingdoms. Ugye tudjuk jól, hogy ez a játék jobban koncentrál a diplomáciai elemekre, de a harci mechanikákba is eléggé sok minden bekerült. Kifejezetten, ugye ingyenes módon, ami egy nagyon pozitív dolog, ami a játékot sokkal színesebbé és érdekesebbé tette, és tényleg próbálta a Three Kingdomsot elvinni egy jóval, hogy is mondjam, eposzibb irányba, ami ennek kellene is lenni, ugyanis ez az éra, ez igazából nem történelmileg létezik is, meg nem is, tehát ez a három királyság érája, ugye ez a könyvre alapul, ami technikailag olyan, mint a kínai Iliász, én úgy szoktam írni, tehát ez a kínaiaknak ez az Iliásza, ahol a legendás embernél nagyobb, hihetetlen karakterek néznek szembe egymással, és
sorsfordító összecsapásokat van ütköznek meg ugye Kínáért és annak egyesítéséért. Nos, elméletileg bent van a vérmód, minden DLC megvan, és elméletileg semmi nem fog kimaradni, szóval mindent látni fogunk. Szóval itt az ideje, hogy új kampányt kezdjünk. A Nanmaniaknak a jó része, tehát a nagyja, ugye most különböző korszakok vannak. Ugye ebben az időszakban ugye a 182 időszámításunk szerint 182 ugye az a Mandate of Heaven időszaka, tehát ez még igazából azelőtt, hogy a Hán Birodalom szétesik, és mielőtt igazából elkezdődik ugye a marakodás, mielőtt ezek a fajta a császárhoz, Yuan Shuhoz hű, úgymond ilyen miniszterek elkezdik igazából szépen lassan szétbontani a birodalmat, és igazából ahhoz, hogy a birodalmat fenntartsák, ugye ahhoz erős hadurakra volt szükségük, és megjelenik egy lázadó csoport, ugye ez a sárga turbán lázadás, amivel voltunk tavaly. Na most nem ezzel leszünk. A játékban ugye több időszak van, mint láthatjátok, tehát lehet 182-be kezdeni, ugye lehet 190-be kezdeni. Ugye ez a Rise of the Warlords időszaka, amikor a Han birodalom ugye szétment már, és köszönjük Lady... Jó, igen, igen, megköszönjük. Jó, Lady, köszönjük. Köszönöm, szavaz Donzo. Na, szóval... Ugye a Rise of the Warlords időszak ugye az az, amikor ugye a Hán Birodalom szétszakad, a sárga turbán lázadás megkezdődik, és a hadurak rájönnek arra, hogy igazából a technikailag Kína az övéké, hogyha akarják, és megpróbálja mindenki saját magának megszerezni azt. Ugye 194-ben vannak ugye a nagy árulások, ugye Don Zhuo-nak ugye az elárulása. Utána pedig ugye ugrunk egy nagyot, ez volt az időszak, amit igazából a legsikertelenebb DLC volt, az Eight Princess, ugye a 8 herceg időszaka, ami technikailag már nagyon a vége a három királyság korszakának, és igazából nem is nagyon tekinthető ennek a románc érának a, hogy is mondjam, a tartozékához, tehát itt már nem élnek. Egyik karakter sem él ebben az időszakban, csak a 8 úgymond herceg, illetve ugye egy kívülálló karakter, szóval ezt nyilván nem ebben az érában fogunk kezdeni. Na most ahhoz, hogy mi tudjuk ezt játszani, nem akarom ugye az árulás korszakában kezdeni, tehát amikor Dong Zhuo meghal, de nem akarom ugye a, úgymond amikor a birodalom egyben van, még, és elindul ugye a sárga turbán lázadás, mert az igazából nem lenne nekünk megfelelő ahhoz, hogy tudjunk játszani a Nanmaniakkal. Ezért ugye a Rise of the Warlord célrában leszünk. És ugye itt már belépettnek ugye a Nanmaniak. Tehát ugye 190-től lépnek be igazából. Jó, Meng Huo, az egyik Nanmani, ugye ő már belépett 182-től. Tehát ti döntitek el, hogy milyen időszakban akarjátok játszani a játékot. Egyébként az elég érdekes játékmechanikákat hozhat magával. Mint látjátok, rengeteg karakter van, tehát az Eight Princess kivételével fel fognak bukkanni ugye rengeteg warlordok. Egyébként amit a kiegészítő magával hozott, mindjárt megmutatom. Tehát ugye ezt a területet hozta magával, ugye ezt az nagy déli dzsungel területet, ahol ugye a Nanmaniak vannak, tehát bővült a map bőven, illetve északon is bővült. Na most sokak reménye az az igazából, hogy még fog errefele is bővülni a map, illetve Korea is hozzá fog talán kerülni egy jövőbeni DLC-ben majd talán egyszer a maphoz. De egy biztos, hogy jelenleg egy dzsungeles nagy területtel bővül, tehát azt kell mondanom, hogy a Three Kingdoms-nak a kampánya is marha nagy lett. Tehát marha nagy lett. Óriási ez a map. Óriási, rengeteg dolog van, ezért fogunk majd bizonyos módosításokat csinálni. Nyilván én nem vagyok annyira otthon a Three Kingdoms-ban, mint amennyire sokan otthon vagytok, és
ez az a totálvár, ugye, ami jóval mélyebb diplomáciában és politikában, tehát ez egy kicsikét kevésbé harcorientáltabb totálvár, de viszont jóval mélyebb lehetőségek vannak benne, szóval ez egy érdekesebb dolog lesz, mint amit megszokhattunk a kifejezetten csak akció, csak akció, csak akció Total War Warhammer 2-höz képest. Na de a lényeg! Amelyik karaktert fogjuk választani, ugye az új DLC-ben ugye kapunk 4 új karaktert és egy egész új technikailag népcsoportot, ugye a déli törzseket, ugye a Nanmaniakat, ahol az egyik ugye Mulu, must be guarded against those. Ugye az egyik, akit lehet választani. The world of men is barely a footnote to King Mulu. Egyébként a lényeg tök mindegy, hogy kit választunk, közben szavaszolnom, mert úgyis egyesítjük őket egy zászló alatt, és próbáljuk nem megölni őket, és végül az összes legendás Nanmani nálunk lesz. They will respect my power. Where the valleys converge, there too is King Shamokha. Straddling the border between nations. Közben Olnónak nagyon szépen köszönöm, hogy immáron 13 hónapja tényleg ő is támogatja ezt a csatornát, második fokozattal, ráadásul nagyon szépen köszönjük neked is a támogatásodat. Ugye az ajánlott karakter, ugye, a Nanman kampány az ugye Meng Huo lenne. The tribe must be led by the mighty, those ready to rule. Meng Huo shows his friends every generosity, and his enemies an unending merciless rage. És igazából akivel pedig mi leszünk, az ugye Lady Zurong, ugye akit a tűz istennőjének is hívnak. Whilst others sit and wait, I will act. Lady Zurong. Zurong pontosabban. Bocsánat, én mindig Zurongnak hívtam, de Zurong. Will her people succeed where others have floundered? Igazából, aki ismeri a Dynasty Warrior játékokat, azoknak az összes karakter nagyjából vágják. Szóval Lady Zuronggal leszünk, és ugye neki a trétjei, azt mondja, hogy Cycles of Expansion, igen. Ugye ilyen, igazából ilyen ciklikusan, ilyen, hogy is mondjam nektek, folyamatosan gyűlik az ereje igazából Zurongnak ciklikusan. Igazából legyőzhetetlen a csatatéren. Az a lényeg, hogy a harci kedvét fel kell tüzelni, mert hogyha kihal a harci kedve, tehát vannak ilyen ciklusok, amikor úgymond feléled, mint a tűz. Az ő kampányának ez a lényege, hogy vannak sebezhető pontjai, de vannak olyanok, amikor mint a tűz végig söpör. Tehát ez olyan, mint hogyha kicsikét ilyen... Hogy is mondjam, ilyen hangulatelem lenne. Tehát, hogyha szó szerint tűzben van, akkor a seregei is ugye tűzben vannak, és ugye harcolnak. Viszont, hogyha ez a tűz kialszik, akkor ugye ez a Wildfire mechanika, akkor ugye a seregei is legyengülnek, és sebezhető lesz. Nyilvánvalóan ezt egy méter fogja jelezni. Akkor Powers of the Fire God, tehát a tűzistennek az ereje. Vagy a tűzisten erői. Mivel állítólag összeköttetésben van az ősi tűzistennel, nyilvánvalóan, ezért hozzáfér ugye ez a Wildfire effekthez, és természetesen a szövetségesei is, tehát nyilván a seregei, amik masszív bónuszokat adnak neki a csatatéren. A tűznek, ennek a Wildfire-nek, a vattűznek egyébként 5 fajtája van, mindegyik szezonhoz egy. Tehát ez kíváncsi, hogy ez a játék manika, hogy fog megmutatkozni. Akkor van egy saját Fire Armistance, Chanting Fire Armistance-e, tehát egy úgymond éneklő tűz, úgymond, hogy is mondjam, alakzata. Azt mondja, hogy igen, mert folyamatosan a harcosai ugye éneklik ugye az ő nevét, tehát ugye folyamatosan kántálják az ő nevét, miközben felkészülnek a harcra. Ez a fajta folyamatos készenlét ugye inspirálóan hat a morálra,
de hamarabb felélik a készleteiket. Oké, tehát ez a banda nagyon gyorsan feléri a hadi készleteket, viszont hogyha tűzben tudod őket tartani és ellátni, technikailag a moráljuk marha jó. Tehát ezek ilyen nagyon feltüzelt népek. Csak nagyon gyorsan felélik a készleteiket. Akkor a militári reformokat gyorsabban érik el. Mivel nyilvánvalóan Zurong ugye a harcászatban jeleskedik, ezért az ő militári reformei hamarabb, hát ugye a fejlesztési fán, ugye a Nanmaniaknak egy saját fejlesztési fája van, és az ő ugye törzsüknek, ugye a militári reformokat hamarabb érik el. Na most érdekesség egyébként, hogy a Nanmaniak nem csak a Nanmani seregekhez férhetnek hozzá, hanem a Han seregekhez is hozzáférhetnek bizonyos reformok által. Tehát a Nanmaniaknak vannak például harci tigrisei. Bizony, vannak harci tigrisei. Elefántjaik vannak például, harci elefántok, ugye mivel Indiához közel vannak, és nyilvánvalóan Burma, az akkori Burma, vagy ahol Burma elterül, nyilvánvalóan ez a terület ugye voltak elefántok, és a kínaiak is használtak ugye harci elefántokat, de lényeg amelyek, hogy a Nanmaniak használtak harci elefántokat, tehát megjelentek újra az elefántok, tehát az elefánt hadviselés, sőt, a hős karakterek felülhetnek a elefántokra. Tudni illik ilyenkor, hogyha egy elefántra felül egy hős, akkor elveszíti a képességét arra, hogy ő duellezzen. Tehát ez nagyon fontos, hogy nem mindegy, hogy lóra, gyalog vagy elefánton ül innentől kezdve a karakter, és bármilyen karakter, aki képes erre, felülhet elefántra, tehát nem csak a Nanmaniaknak a kiváltsága, hogy elefántól leessenek, hanem hogyha nagyon akarjátok, más karakter is felülhet elefántra, de olyankor elveszíti a duell képességet. Viszont az elefánt képes tombolni és agyon taposni embereket, szóval ezt ugye már megszokhattuk ugye a régebbi totálvárokban, kifejezetten ugye a történelmiekben, ugye, hogy az elefántok mire képesek. Azt nem tudom, hogy itt is úgy működnek-e, mint mondjuk a romba, hogy egy idő után megvadulnak és a saját csapatainkra is rátámadnak, hogyha esetleg nagy veszélyt éreznek, szóval ez nyilvánvalóan ki fog derülni. Akkor amikkel kezdünk, ugye a Followers of Flames, akik splash attackot okoznak, ami egy olyan fajta all damage, és ugye fire damage-et okoznak, ami szintén jó, ez ugye ez egy assault infantry. Akkor Tiger Warriors, tehát tigris harcosok, jók pajzsok ellen, illetve önálluk tigrisek vannak, oké? Okay? Illetve Tiger Slingerek, tehát olyan slingerek, akiknél ugye szintén ott vannak a tigrisek, és megijesztik az ellenfeleinket, tehát relatív parittyások. Aztán Fatality of Fire People, ez ugye úgy szerzünk egyébként tüzet, hogy a Nanmani frakciókat ugye beolvasszuk. Minden egyes törzs ugye amolyan fajta kedvező, hogy is mondjam, a földet, a földünket ugye gazdaggá teszi, és ugye ez egyre jobban erősíti azt, hogy ugye egységbe szerveződjenek. Aztán Trailblazer, plusz kampány movement range-et kapunk, tehát gyorsan mozgunk a kampány térképen, akkor plusz military supply, illetve olajjal rendelkezünk, tehát képesek vagyunk olajat szórni ugye a harc előtt a csatatérre. Na most, ugye ezek a mechanikák ebben az évben jelentek meg például, ugye olyanok ugye, hogy szögek, hogy is mondjam, különböző fajta sáncokat húzhatunk fel, olajat szórhatunk ki, akkor megjelentek a gate battle-ök, tehát nagyon-nagyon sok érdekes újítással bővült a csatatér is. Akkor a karakterünknek a trétjei ugye megfélemlítő, tehát megfélemlítés, akkor nem hat rá a félelem, ami alapból jó, akkor ugye Fiery, akkor ugye a Resolve, tehát ugye a, ugye a, úgymond az akarat ereje, akkor a megérzése, akkor a Charge Speed, akkor amit szeret egyébként az az elhivatottság, tehát ez a fanatikus elhivatottság, háborúzni szeret, nem szereti a diplomáciát. Tehát Zurong nem egy diplomatikus típus. Akkor további jellemzői, a Resolve, tehát ugye, hogy is mondjam, a határozottságához az, hogy bátor, és ugye ez plusz 3 morált ad, hogyha ő vezet. Illetve ugye hát Nanmani, és ugye ez minden Nanmanira vonatkozik.
10% esélye van, hogy el tudja kapni az ellenséges officereket, azaz vezetőket a csata után, plusz 10% melee damage, akkor, hogyha ő a prime minisztere, úgymond a saját frakciójának. Na! De most már szerintem ebből ennyi elég is. Nézzük meg, hogy hol kezd Lady Zurong. Zuronggal itt fogunk kezdeni, és be is állítjuk gyorsan a beállításokat. Azt mondja, hogy románc módot fogunk játszani nyilvánvalóan. Én azt szeretem. Akkor a kampány difficulty-t felnyomjuk very hard-ra, legendásan nem merem. Battle difficulty very hard. Akkor a karakterek timeless-ek lesznek, meg is mondom miért. Közben szavaz Trisztán. A timeless karakterek azt jelenti... Az azt jelenti, hogy a karakterek nem halhatnak meg időskorban, hanem csak csatában. Ezt azért akarom, mert nem akarom azt, hogy bizonyos karakterekkel, amikkel sokat foglalkoztunk, vagy szeretünk, meghaljanak, és nem akarom, hogy olyan vezetőket elveszítsünk öregkorban. Nem hiszem mondjuk, hogy olyan sokáig fog tartani, de ki tudja, meddig tart a kampányunk. Tehát, mint mit tudom én, Cao Cao, meg ilyenek. Hanem azt akarom, hogy lássuk őket, hogy hogyan bontakoznak ki ezek a mesteri karakterek, ezért timeless karakterek, tehát meghalni meg tudnak, de csak csatában. Tehát le lehet őket végleg győzni, de csak csatában. Tehát megölhetőek. Nos. Akkor... Limited... Time of the day, default. Ugye az alapvető, oké, okay, advisor help. Nem kell nekünk. A battle realism mód ugye az az, hogy a taktikai mappon annyit látunk, amennyit ugye valójában látnánk. Szerintem így jók is leszünk, ezt beállítjuk. A csata limit az 60 perc, tökéletes. Lady Zurong kiválasztva, egyesítjük a törzseket. To rule is no one's right. It must be earned. Ugye ahhoz, hogy uralkodj, az nem jog szerint van, hanem azt ki kell érdemelni. In the south. Ezt egyetértek. At the far tips of the hand's grasp. Ez az új terület. Ez a dzsungeles terület. Nammam. Their independence both drives and divides them. Only strength and purpose will bind them together. Strength of the beast. Strength of the tribe. Strength of the will. United as one, the Nan Man would be a power to contend with the Empire. Yet fractured, they will fall. Ez igazából elmondja, hogy a Nanmaniak csak együtt lehetnek erősek, mert darabokban széthullanak. A leader must rise. Kell egy vezető. Who amongst them has the strength to unite? Aki egyesíti a törzseket. And rule. The land calls to the Nanman. How they answer will determine the future of all. És üdvözöllek titeket az új kiegészítőben. Ami jelenleg 18 euróba került. Chaos has come to China. That which was solid now shifts and crumbles. The mighty Han Empire begins to fall. And those on its southern edges watch with great interest as their would-be oppressors begin to come apart. Hát igazából ez a fúvócsövek azért történelmileg azért nem olyan ritkák, tehát azért voltak hasonló harcmodorú. Hogyha nem is alakulatok, inkább azt mondanám, hogy csapatok a történelem során, akik fúvócsöveket használtak. These Nanman peoples, native powers and ancient tribes wish only for autonomy and rise with great and determined fury against any who... Ezt végighallgatjuk azért, hogy legyen egy kis tudásunk. Even they are not immune to the politics and quarrels of internal dispute. The tribes, until now, have only known disunity.
but now great warriors have risen to unite them as one. Lady Zhu Rong, said to be descended from the fire goddess, vows to do what no tribal leader has found the strength to do so far. Eddig csak olyan bemelegítés volt, mesélés, bemutatás a DLC-nek. To finally bring unity to a fragmented people. It is now the year 190 CE. 190-ben kezdünk, így van. Leaders step into the frame. Above all else, one thing is clear. The tribes cannot remain fractured if they wish to survive. One leader amongst the many must bind the Nam Man together against a common threat, or watch as they fall one by one to oblivion. Szóval, a Nanmaniak ugye szét vannak fragmentálódva, azért kell őket egyesíteni, mert a Han Birodalom lassan az ottani warlordok vagy bekebelezik őket, vagy elpusztítják őket, tehát lassan a civilizációjuk el fog tűnni. Tehát ezért kell egyesíteni, és ugye Lady Zurongon van most a súly, hogy ez megtörténjen. Ennyi a lényeg. There is chaos rising, Lady Zurong, and the tribes seem content to watch from afar. The Han must be repelled from your lands, but so too must the tribes be united. Other chieftains have languished for too long. Their inaction can no longer stand. You must act where they have not, beginning with the Yunnan tribes. Igen, azt javasol, hogy a Yunnan törzseket kell először egyesíteni. Some tribal leaders will see your strength and join you. Yet others may need more aggressive. Lesznek törzsek, akik megijednek majd az erőnktől és csatlakoznak, de lesznek olyanok. Például Meng Hu kegyetlen ellenség és bátor, de viszont hihetetlen szövetséges lenne. Uniting the tribes will not be easy, Lady Zhurong. Nem lesz egyszerű egyesíteni a törzseket. De velünk van a tűz szelleme. All will be united beneath your blazing rule. A mi tüzes, hogy is mondjam, uralkodásunk alatt fog egyesülni. A DLC nem tudom, hogy mennyire forgatja fel a játékot, ugye mondtam, hogy egy teljesen új területet csatol ugye Kínához, ugye egy déli részt, egy ilyen déli dzsungeles részt, ugye hozzáad egy új frakciót technikailag a játékhoz, a Nanmaniakat, akiknek saját seregeik vannak, akik egyébként kiegészülhetnek később Han seregekkel, hogyha akarják, ez nem kötelező. De elég sokat elmondtam, és egyébként Kínához adtak egy északi részt is. Illetve van egy új ingyenes DLC karakter is, amit nyugodtan töltsetek le a játékhoz, hogyha megvan nektek, sisé. Remélem jól mondtam. Nos, akkor ugye ezt már felolvastuk, ez mindennel tisztában vagyunk, ezzel nem is kell foglalkoznunk. A reformokat azt mondja, hogy ezt a részt gyorsan átolvasom, azt mondja, hogy így minden Nanmani frakciónak új miniszteri, tehát új vezetői pozíciókhoz férnek hozzá, például amikhez a Hánok nem férnek hozzá. Sokkal érdekesebb és különlegesebb módon vezetik ők a frakciójukat, mint mondjuk a Hánok. Tehát technikailag a kínaiak. Akkor a Nanmani földek. Ezek a földek a Nanmanhoz tartoznak ember emlékezet óta, igazából gondozták ezeket a földeket. És hogyha ezeken a földeken vannak, ugye ez különböző bónuszokat biztosít neki. Ahhoz, hogy minden győzelmi cél egyes részét, tehát teljesüljön, ahhoz az összes Nanmani területet irányítanunk kell. Tehát a győzelmi feltételek. Neked és a szövetségeseidnek egyesíteni kell a törzseket. Mind a 21 nem, tehát 21 új föld, tehát 21 új területet kaptunk délen. Közben szavasz Mosberger Tamás. Annyira utálom a Twitch-et, amikor így
Nem engedi, hogy a neveket olyan szépen ki lehessen emelni. Egyébként elnézés, szóval szavasz Tamás. Na. Mert ugye nekem így a kékbe beleolvad minden a kékbe. Nos. Akkor ezek szerint 21 új terület van délen a dzsungeles területen, ugye ezek a non-money területek. Tehát ez fontos tudni. És 50, tehát az alják, hogy 21 non-money területre van szükségünk a győzelemhez, de 50-hez overall. És ezeket a területeket fent kell tartanunk 20 körig. Szóval, lényeg ami a lényeg, hogy 21 non-money terület, tehát kell az összes non-money terület, és ezen kívül még kell szereznünk 29 területet a Hanoktól, és ezt fent kell tartanunk, ezeket a területeket 20 körig ahhoz, hogy győzelmet tudjunk aratni ebben a kampányban. Tehát ez a lényege a kampánynak. Queen of Naman azt mondja, hogy Zurong. Igazából igen, a világ éppen káoszban van, hogyha egyesülnek a törzsek, akkor visszanyerhetjük az erőnket, és az a te erődet is képezheti, te az isteneknek a leszármazotta vagy Zurong, itt az idő, hogy felemelkedj. És akkor ugye itt van, hogy egyesítsd a déli törzseket egy banner alatt, Menkuo ugye borzalmasan erős szövetséges lehet, de borzalmas ellenfél is, azt mondja, hogy azt mondja, hogy igazából amikor a Whitefire, tehát ezt látjátok, Goddess of Fire, ugye amikor a Whitefire a leg, tehát amikor ez magasan van, akkor kell ugye menni. Tehát látjátok, itt vannak a szintek. Tehát a Goddess of Fire, ugye ez a saját képessége. Ugye, amikor kihűlt a tűz, tehát ugye nem harcol Lady Zurong, akkor igazából nem történik semmi. Hogyha emelkedik a tűz, tehát ez kicsikét olyan, mint az orkoknál a harci mechanika a Warhammerbe. Közben szavasz Blorg, akkor ugye két morát kap, vagy mínusz két morát kap a védekező sereg. Aztán, amikor már a Rising Fire van, tehát az emelkedett, tehát a, ugye a tomboló tűz, akkor ugye az ellenség, védekező ellenség ugye mínusz három morát kap, és az utolsó szinten ugye a megállíthatatlan Inferno, tehát a megállíthatatlan pokol tűz pedig mínusz négy morát ad az ellenségre, tehát az összes unitnak, ami a pályán van. Ami szerintem nem egy rossz dolog, mert ugyanis ugye ezeken a szinteken ugye a morállal ugye a gép eléggé szokott csalni. Na most nyilvánvalóan Zurong ezt némileg ugye ellenzi. Tehát, vagy hogy is mondjam, ellensúlyozza. Oké. Az ambíciózus líder, tehát vezető megtette az első lépéseket. Meg kell tennünk az első lépéseket, hogy egyesítjük igen a délt. Eleget vitatkoztunk már a szomszédainkkal. Itt az ideje lecsapni rájuk és egy üzenetet küldeni az ellenségeinknek. Azt mondja, hogy pusztítsuk el, vagy tegyük a vazallusunká a Yunnan törzset. Yunnan? Melyik legyen? Hogy kell kimondani, aki vágja a kínait, az gyorsan vágja hozzám, hogy hogyan kell. Tehát Yunnan vagy Yunnan törzseket. Tehát a vazallusunká kell tenni, vagy pedig el kell pusztítani. Hogyha ez sikerül, 2000 arany csapja a markunkat. Szuper. Kizavart minket ide Kína szélére közbe. Hol is vagyunk? Igen, ez a Faction Summering. Ugye jelenleg a szintünk, ugye ez a ugye az emelkedésünk. Tehát jelenleg ugye törzsfőnöki rangban vagyunk. Utána jön a Lady of the Valley, ugye ezek mind bónuszokat adnak. Most jelenleg ezeken nem megyünk át, hogy picikét felpörgessük ezt az első részt, majd a következő részekbe foglalkozunk velük. Utána ugye van Queen of Naman, utána dél uralkodója, aztán a leghatalmasabb uralkodó. És ennyi, the greatest ruler. Ennyi, ez az utolsó, tehát a greatest ruler. Az a legnagyobb. És akkor itt vagyunk, délem. És nézzétek meg mekkora Kína, tehát így.
idáig így fölmenni, azért el fog tűnni. Tehát errefele kell mennünk, errefele, errefele, és nyilvánvalóan így fogunk menni valahogy, majd megoldjuk. De először Yunnannal foglalkozunk. Mimirman írja, hogy talán így kell írni, én se tudom. Nos. Azt mondja, hogy egy területünk van. Longdong. Hú, már el is felejtettem, hogy hogy van. Tehát Yunnan törzsek, ugye ez Yunnannak a területe technikailag, de nekünk csak abból Longdong van meg. És nekünk a Yunnani területek kellenek ahhoz, hogy egyesítsük. Ugye, tehát hogy Yunnan ugye a izénk alatt legyen. Az egész provincia. Na nézzük, mit tudunk tenni. Azt mondja, hogy nagy várossá tudnánk tenni, jelenleg ez nem. Itt ugye ezek mind le vannak zárva. Land development. Ez ugye a replenishment. Nézzük, hogy állunk. Jelenleg 274 a bevételünk, ami eléggé gyér. A resource-aink azok nem nagyok. Nincs rezervünk, tehát kaja az nem nagyon van. Warrior Queen, jó, ezzel sincs gond. Hú, gyorsan nézzük meg, hogy mi van itt. Reform Choice Spending. Jó, így sok mindent kell majd csinálnunk. Karakterek. Azt mondja, hogy három karakterünk van. Ugye van ugye a Lady Zurong. Velünk van. Your arrival is welcome, my lord. Dongzhu. Dai Lai. Dongzhu. Be justly proud of the harvest's yield. Cunning Yout. Aha. Oké, tehát ez a karakter velünk van. Ugye ők az átlagos törzsfőnökök. Ja, igen, a Nanmaniaknak saját vezetői típusaik is vannak, szóval tök durva. Azt mondja, hogy a seregeink azok állnak Followers of Flame-ből. Ugye itt vannak ugye a Tiger Slingerek. Itt vannak a Nanmani Warriorök. Illetve vannak Nanman Spearmeneink. Jelenleg még azt hiszem tudnánk talán toborozni két sereget. De más nem. Aztán Shibu Sneaky Chief. Igen. Ugye Kurt Noble. Gyorsan át kell nézni, mert nagyon sokat felejtettem. A seregeink. Ez mondjuk ez tetszik, hogy itt mutatja, hogy ugye mennyi az összsereg létszám és az army upkeepünk. Tehát, hogy 1676 aranyat fogyasztanak körönként már most a seregeink, és 962 seregünk van. Ez zseniális. Commanderies. Igen, ezeket tudjuk. A játék újra meg akar tanítani dolgokra. Milyen frakciókat ismerünk? Csak a Nanmaniakat. Jól van, akkor azzal nem lesz gond. Akkor. Mi van itt fönt? Így áll fel. Jelenleg a vezetőink. Aki elméletileg a trónörökös, az Dália Dongzhu, tehát aki velünk van, hát sose fogod megörökölni, barátom. Mert a karakterünk ahatatlan. Tanácsadóink nincsenek, látunk nincsen. Tribal Council. Tehát technikailag a törzsi tanács. És ilyen, hogy Barlang Lord. Nos. Milyen tulajdonságokkal, mire jó a Tribal Council? Annál több tagja lehet egyébként ennek a tanácsnak, minél nagyobb a hatalmunk.
Ide olyan karakterek kellenek, akinek szerintem autoritie van, illetve cunning. Végül is Shibu, végül is technikailag mehetne ide. Szerintem rakjuk be Shibu-t oda. There's barely anybody here. Úgy, szerintem. Nos. Ó! Ugye most már többet fog kérni. Többet kell neki fizetni. Azt mondja, hogy nagyobb lesz a trade influence-ünk, kisebb lesz az esély a korrupcióra, hogyha ő bent van. Aha. És ameddig nem éri el a hármas szintet, addig nem tart igényt. Jó, rakjunk be egyet. Szavasz ismeretlen. Aztán nézzük meg a családfát. Aha. Tehát zurong, lánya zurong. És ő pedig... elméletileg akkor a testvérünk. Nemesek, pedig Shibu karakterek. Csak is Meng Ho-t ismerjük, ővele fogunk valamit kezdeni majd. Ővele szerintem barátkozni fogunk. Oké, ez is megvolt. Reformok. Ez ugye ez a fejlesztési fa. Ez a Diplomatic Authority, ugye ez a Manners of... a... Subrefuge. Itt aztán van minden. Engineers of War, Cavalry Contract. Aha, ez kinyit unitokat. Nézzük meg gyorsan. Aha. Így már hozzáférünk bizonyos unitokhoz. Azt akarom megtudni, hogy esetleg hol férhetünk hozzá bizonyos hán unitokhoz. Milyen reformok által. Ez egyértelműen ugye ezek az épületeknek a reformjai, tehát ezek az építkezésekhez vannak. Hű, sok minden lesz! Házasodni lehet-e a gémbe? Azt hiszem igen. De már mondom, én magam sem emlékszem. Elephant Taming, tehát ezzel kell kezdeni. Aha. Ezt most mondjuk ez. Tehát ez kötelező kif... Let the trees stand. Proud guardians. Improved spear making. Improved melee infantry. Igen, a fa lefele halad, nem fölfele. Aha. Tehát a fának a vége fele fogunk hozzáférni csak esetleg hán unitokhoz. Jó, akkor az elefánt taminget azt ki kell fejleszteni, mert különben nem. Igen, tehát az elefántok megszelidítése az kötelező fejlesztés, jó. Más nem tudunk tenni. Igen. Queen of Nammant. Bla bla bla. Jó, egyelőre ez semmi extra. Ugye eddig nem történt semmi. Treasury. Ez jó dolog. Ó, ez a régi adóztatás rendszer. Ugye, ami nincsen például a Warhammerbe. Ugye ez régi totálvárokban, közben szavaszalón. Ugye a történelmi totálvárokat ugye én nagyon elszoktam, és ugye mekkora jó dolog volt ugye, hogy az adózást lehetett ide-oda tekergetni. Ez például egy olyan feature, ami nekem például hiányzik a Total War Warhammerbe. Nem tudom, hogy bizonyos módokkal hozzá lehetett adni, vagy nem.
Igen. Igazából, hogyha magasabb lesz a faction rangunk, akkor képesek leszünk állítani ezen. És akkor nézzük meg, a tribal felett Filties. Aha, Lady Zurong, Yangfeng. Aha. Aha, itt van a Balance of Power. Hogy kik hogy állnak. Hogy nekünk kedveznek-e vagy nem. Igen, tehát Meng Huo ugye ő az erősebb. Tehát a többi törzs egyébként Meng Huo-n kívül egyelőre nem számottevő. Itt van a Tribes United, 19 törzs van. Ez a 19 törzs. Ez a mi törzsünk. A tigris. Jó. Nézzük a diplomáciát. Kezdjünk el tárgyalni Meng Huo-val. Ez lesz az első dolgunk. Én is örülök neki, mert egyébként elég sokat változott a játék, és én úgy érzem, hogy tavalyhoz képest ez egy nagyon-nagyon-nagyon masszív experience. Tény, hogy ugye ez nem olyan pörgős, tehát most is látjátok, hogy a maga a streamer, legyen bárki én, vagy bárki más, aki Total War Three Kingdoms-ozik, az ugye rengeteget pofázik, nyilvánvalóan, meg ugye én próbálok ugye megértést adni ahhoz, hogy mit csinálok, mert én magam se értem, hogy mit csinálok, mert én például ebben nem vagyok tapasztalt ebben a játékban. Itt jóval nagyobb szerepe van a diplomáciának, a tradingnek, tehát ez egy jóval egy klasszikusabb Total War élmény, mint mondjuk ugye a Warhammer, ami ugye nagy csatákra van kiegyezve az akcióra, ami szintén nagyon jó, csak ugye a Total War-oknál ugye ez annyira nem volt jellemző. Tehát Three Kingdoms, hogyha valamit jól csinált, és ezt tavaly is elismertem, az ez a rész, hogy belevitt egy olyan mélységet a Total War-ba, ami ugye eddig nem nagyon volt. Tehát, hogy karakterek vannak, személyiségek vannak, fontos a kereskedelem, a diplomácia, és olyan dolgok, amiket sokan például szeretnek a Civilization-ökbe, vagy akár a Crusader Kings-ekbe, vagy az Európa Univerzálba. Köszönöm szépen, Sakira, de közben próbálok nem megfulladni. Egyébként nem, ne aggódjatok, csak a száraz levegő, ami ide bent van. És bocsánat a kölgésért, esküszöm, nem szándékos. Na, beszéljünk meg hova. Igen, egyébként lehet házasodni, így van, tehát van házassági ajánlat, nyilvánvalóan. Diplomatic treaties, ugye military access, ugye átkelések, próbáljunk valamit. Ugye, összekapcsolni a frakciót. Igazából ez véget vetne a kampányunknak. Igen. Ugye ez ajándékok. Ugye kereskedhetnénk. Ugye ez a kérés, amikor te kérsz. Te adsz. Ugye adhatunk nekik egyébként kaját. Jó, egyelőre nem tudunk semmit se csinálni Menkónak, nem tudunk semmit se adni. Semmit nem tudunk neki ajánlani, amivel bármit tehetnénk. Jó, a military, jó, egyébként jóba vagyunk vele. Tudjátok, hogy van ez, majd szerzünk halakat, és majd neki ajándékozzuk. Jó, ennyi. Most már tényleg keressük meg a karakterünket, aztán szerintem kezdjük el Yunnannal csinálni valamit. No time to lose. Na. Már hogy volt az a recruit system? Stance Encampment, Stance Ambush.
How may I serve? Igen. Ugye különböző stance-eket válthat mindenki. Jó, menjünk, támadjuk meg Wusu Liebenget, akinek ott van a városa a közelbe. Fú, már nem is emlékszem, hogy hogy lehetett megnézni ezeket a garrisonok itt vannak. Aha, itt van a garrison. Namban Warriors Captain. Ugye, aki Light Axe Infantry, Nanmani Slingerek, Nanmani Spearmenek, Slingerek. Az ő csapatában Wuce Liebengnek pedig vannak Nanmani Warriorök. Hogyha összeadjuk a seregeit, akkor se tud elbánni velünk, szóval. Támadunk. Éjszakai csatát nem vívunk, delegálni nem, nem delegálunk, természetesen lejátsszuk, megnézzük gyorsan a mappot, hogy hogy állunk. Egyébként az erejük nem annyira kicsi, tehát a várossal együtt, ami jön, tehát úgymond az erősítéssel, 722-en vannak. Állítólag a várható veszteségeink médium, nekik magas. Azt mondja, hogy nézzük meg gyorsan, hol küzdünk. Ja, ami nagyon tetszett egyébként ugye mindig a Three Kingdoms-ban ugye azok a csataterek, hogy mennyivel nagyobbak, és hát azért kicsikét érdekesebbek. Mint mondjuk a Warhammer-be. Pedig ott is vannak nagyon szép csataterek, csak picik. Na kezdjünk neki! A chatné, így a chaten egy-két ember. Végre akció, kurva életem, hogy itt pofázik ez! How long have the arrogant hand sniffed at our lands, like hungry dogs? And how long have we lain dormant, barely raising a finger in defense of our people, our homes? I will not be so removed. I will not idle my days away like so many other tribal lords. I will meet the Han with an unreserved passion, a flame of fury born from the goddess herself, and with it, I will burn the empire away. Ennyi! Igazából itt most elmondta, hogy igazából az arrogáns hanok igazából, mint a kutyák kiszagolták a földjeinket, rátörtek, és igazából rá akarják tenni a mocskus kis kezüket az otthonainkra. És, de őt viszont, az urongot nem fogják eltávolítani, mint ahogyan sok más törzsi vezetőt. Ő meg fog ütközni a hanokkal, olyan elhivatottsággal, amilyennel még sose találkoztak, és a tűz. Tüzek istenem maga fog lecsapni rájuk, és felperzseli az egész birodalmukat. Igazából ez egy kornhívő olnó, így van. Most korn büszke rá. Na, ezek új battle mappok, dzsungelesek. Én se láttam őket, ez az első. Fogalmam sincs, hogy milyenek, de egyelőre szépek. Tehát dzsungelekben fogunk küzdeni, tehát Namban területen, mondom, mivel ilyen India, Burma, mondom, tehát dzsungelekben fogunk küzdeni. Remélem azért átjön a streamem. Valamennyire. Tehát ilyen területeken fogunk küzdeni. Eleinte. Tehát ugye Namban ugye az egy dzsungeles terület. Ezért lenne, mondom, érdekes például később, hogyha Északot hozzácsatolnák, ugye Észak-Kínát, nyilvánvalóan akkor Koreát, mert találkozhatnánk még egzotikusabb területekkel is. De így is egyébként az egyik erőssége volt a Total War Three Kingdoms-nak. Ugye a pályák. Hát nézzétek meg, milyen nagy. Vagy például, igen. Na! Azt nézem, valami egyenes terepet kellene keresni. Mi vagyunk a támadók, de valahogy úgy kéne mennünk. Ők ott fognak, itt lesznek, és onnan jön az erősítés. Úgy kellene, hogy ne legyenek védve. Valahogy innen fogunk jönni szerintem. Tehát nem szemből, mert az nem. Jó. Oké. Azt mondja, hogy vannak-e pajzsosaink? Vannak.
Oké, na. Szokásos felír formáció, gyalogosok előre, egyébként nézzük meg a nammaniakat gyorsan, hogy néznek ki. Hát ugye egy rakat vadember, egy első ránézésre felszerelve azzal, amit ez éppen elértek. Ugye ilyen időszámításunk szerint 200-ban járunk. A nanmani törzsek nem éppenséggel a legfelfegyverkezettebb banda, inkább a moráljuk jó, mint a védelmük valószínűleg. Kicsikét olyan glászkanonok lesznek szerintem. Hát a láncsák nyilvánvalóan szélre. Mondjuk nem hiszem, hogy nagyon fogunk lovassággal találkozni, de ki tudja. Akkor followers of the flame, tehát a tűz követői. Húha, ezek a csávók azért mondjuk veszélyesnek tűnnek. Azért mondjuk, tehát relatív felgyújtott, olyan fajta ilyen durongokkal mennek ilyen, hát nem is tudom, buzogányszerű fegyver, azért igazából szerintem inkább elrettentő ereje lehet ennek a fegyvernek, bár mondjuk, hogy azért odavágnának, azért biztos fáj, majd meglátjuk, hogy hogyan szerepelnek. Az életerejük, igen, azért ezeknek jóval kisebb. Viszont jóval harcképesebbek, mint az előttük állók. Ugye általában így szoktam ugye az alakzatokat megcsinálni, hogy nyilvánvalóan azok, akik védettebbek, azok mennek elől, azok, akik meg nyilvánvalóan ugye a harcban jártasabbak, azok mennek mögöttük, mert ugye az alakzatba, hogy beleolvadjanak majd. Tehát hátulról segítsenek. És nyilvánvalóan a lándzsás védelem, aki itt van, a bambusz lándzsáikkal, ami eléggé szegényes, azokkal próbálnak majd ugye valamennyi védelmet biztosítani. Egyébként tök jó, mert a zászlónk egy tigris, nekem nagyon tetszik, hogy nem maniaknak egy külön. El is felejtettem, hogy milyen jó, hogy egy játékban vannak zászlóhordozók. Japán nem tudom, hogy bekerülhet-e. Mongolok ebben az időszakban nem léteztek, de hunok azt hiszem megjelennek később, de az már a három királyság időszaka után van, azt hiszem, a hun invázió, hogyha jól tudom. A slingereket, szerintem ezek előcsatározók, én úgy tudom, hogy a slinger, ezek ugye tiger slingerek. Tehát ugye tigrisek vannak velük. Ugye itt vannak a tigriseik. Igen, el tudják engedni a tigriseket. Ugye megtámadják ezek a tigrisek a legközelebbi ellenségeket, akiket látnak. Emlékeztek régen a Rom Total Warba, amikor a kutyákat elengedték? Mondom, Blorg, ezzel annyira nem vagyok tisztában. Nem tudom, hogy a hun invázió mikor volt. Tehát azt kéne megnézni, hogy mikor volt a hun invázió. Érdekesek ezek a fajta zászlótartók. Ezek ilyen, nem is tudom mit tartanak. Ezek a slingereink, ugye ők a paritjások, de ezeknek a paritjásoknak tigrisek, betanított tigrisek vannak. Ugye a Rom Total Warba a tigriseket nem én irányítom. Szerintem ez olyan, mint a Romban. Tehát a tigriseknek szerintem én nem tudok parancsot adni. Ugye ezt nagyon sokan elfelejtették, legalábbis én már kiszoktam belőle, ugye, hogy a tigrisnek nem tudsz parancsot adni. Tehát ugye, úgy, mint a régebbi Total Warokban, a vadállatokat elengeded, aztán hagyj menjen! Hajrá, fiúk! Értitek? Tehát itt ez a lényeg. Ugye a tigriseket elengedik, és rászabadulnak ugye az ellenfélre. Tehát igazából ezt fogjuk csinálni. Tehát azt fogjuk csinálni, hogy az előcsatározók elől mennek, elengedik a tigriseket, rátörnek a vonalakra. De majd meglátjuk. Adam Lannister. De egyébként lehet, hogy flankre is jók nyilvánvalóan. Mondom, meglátjuk, hogy hogy lesz. Akkor Lady Zurong. Szerintem Lady Zurongnak egyébként van lova.
Tehát mondom, lovon kezd, Lady Zurong. Szerintem a karaktermodellek egyre jobbak ebben a játékban, végre a nők nőknek néznek ki, nem úgy néz... És egyébként nem sok női karakterrel javítottak. Tehát végre a nők nőknek néznek ki, aminek nagyon örülök. Nagyjából egyébként én úgy szoktam, hogy a karakterek úgy támogassák őket. Akkor itt van a testvérünk. Te jó ég, mi van a kezedbe, haver? Valami van nálad, ami nagyon ég. Ez egy fákja? Nem ég le a kezed? Na, mindegy. Mit tud csinálni? Morált. Ezek egyébként nagyon erősek, hogyha morálról van szó. Ez a nép ezt tetszeni fog. Szeretem az erős morálúakat. Na jó, ez az alakzat. Kezdődjön! Merre fogunk menni? Nagyjából megpróbálunk az alakzatunkkal ide fölállni. Meglátjuk, hogy az ellenség mennyire fogja hagyni. Rohanni nem kell. Tűzvarázsló, kozsó! More. Enemy reinforcements are arriving. Tehát itt fordul a kis seregünk, ami nem is olyan kicsi egyébként így kezdésnek. Igazából valószínűleg a legveszélyesebb fegyvereink ezek a fickók itt a tüzes bunkókkal. Maga Zurong ugye nyilvánvalóan. Meg a bátyja. Vagy öccse. Nem tudom, hogy ki az idősebb, majd meg kell nézni. Valamint ugye a tigrisek, amiket elengedünk. Az ellenséget nem látjuk nyilvánvalóan a pályán, még, mert nagyon sokat takarnak. Hát ugye nyilvánvalóan azért nem megyünk gyorsabban, mert nem akarjuk kifárasztani a seregeinket. Mit látjátok, a Nanmaniak kaptak pluszot. Nézzétek meg, mi az ma? Tehát, hogyha a Nanmaniak dzsungelbe harcolnak, akkor ugye morált kapnak. Tehát, hogyha a Nanmaniak belépnek dzsungelbe, ott jobban harcolnak. De ez az ellenségünkre is igaz. A tűzura ozája, szóval. Igen. Tehát éppen az, hogy azt kéne elérnünk, hogy mivel ők is Nanmaniak és mi is, hogy nekünk kedvezzen a dzsungel, ne nekik. Ez a terep, ez egyikünknek se kedvez, ezért lenne jó nekünk. Ott van az ellenséges erősítés. A gép vajon a magaslatra akar feljutni? Mondjuk ez egy okos gondolat. Mindjárt meglátjuk. Nem, a gép meg akar ütközni velünk, ami fura. Ott jönnek. Én azt mondom, hogy engedjük el az állatokat. Nézzük meg egyáltalán, hogy a tigrisek mit tudnak tenni. Engedjétek el őket. Nézzük, mit fognak tenni. Aha. Támadnak. De igen, és szanaszét rohannak. Látjátok? Nem az én irányításom alatt van. Flying daggers. Oké. Vezérüket lecsapjuk, mint a kutyát. You are
finished. Shut up and die! The enemy unit flees. What cowards! Próbáljunk visszamenni. Megy is egyébként a tábornokuk vissza. A harci alakzatunkat visszanyerjük. A tigriseket meghagyjuk, hogy tomboljanak. Ha már egyszer kint vannak a pályám. Azt nem tudom, hogy a sajátjainkra rátörnek-e. Tigrisek egyébként itt tombolnak, tehát azért okoznak ezek itt károkat. Szerintem zurongot visszazavarom a csatatérre, támogatni az embereinket. Az ellenséges generális elbukott. Mint látom, nincs sok támogató képességünk. Ez a balakzatban vonulunk tovább. Nem vesztettünk sok embert. Ez győzelem. Egy egész sima győzelem. És még tigrisünk is maradt. Nem tudom, hogy mit visz a kezébe a csóka, de azzal nagyon arat. Ejtsünk foglyokat, most már az alakzatra nincs szükségünk. Maradtak-e még túlélők, akiket érdemes levadászni, ezt nézem. Arra fele. Én csak szétválasztom. Egyébként tök durva, mert van egy-két tigris, aki még mindig életben van és kergeti a túlélőket. Nagyon durva. Tigris megy. De milyen szar lehetett, nem? Gondoljatok bele! Egy tigris is már milyen veszélyes, rátok meg egy egész hordányi tigris vadászik, akik éhesek. És az a durva, hogy ezért jók a tigrisek, mert azok igazából az én parancsom nélkül cselekednek, ez igen baj, de folyamatosan keresik a túlélőket, és levadásszák őket. Ez mekkora menő már? Nekem az nagyon tetszik, hogy keresik a izéket, hogy hol van. Ott vagy szegény, nézzétek meg! Nem anyám! És így... Hú. Vajon beveszik, hogyha lefekszek a földre a trükköt? Halottnak tetteti magát, én tudom, hogy a csávó még él.
Ki élje még? Ó! Oh! Tigrisek rossz fele rohantok, arra van a sok kaja. Ott egy egész század él. Kifutottak a körből? Az meg mi volt? Igen, be van kapcsolva a vér DLC, csak nyilvánvalóan ugye nem annyira nagyon durva, mint mondjuk a Total War-ba, ugye, vagy a Warhammer-be, ahol egy kilónyi vér kifolyik az ellenfélből. Egyébként igen, van vér DLC. Nem is nagyon szeretik az emberek. Abszolút negatív értékelése van, tehát ilyen borzalmas, de hát ez van. 2-3 euró, azt hiszem. Ott a vér! Na, szereztünk egy kis pénzt. Azt mondja, hogy 67 embert vesztettünk, semmi. 90 embert elkaptunk. Na nézzük! Szerintem szükségünk lenne military supply-okra, mert ugye azt tudjuk, hogy zurongék elég hamar felérik. Elszedjük a supply-jaikat. De mindenki megveszi Olnó, mert... Figyelj, ez egy érdekes dolog. Erről már beszéltünk rengetegszer streamekbe. Hogyha kell a vér, akkor kifizeted. Ha nem kell a vér, akkor nem. Most ez van, ők döntik el, ez az ő játékuk. Ez minden Total War-ba így van a nem is tudom mióta. Talán a Rome-tól kezdték el a vér DLC-t. Tehát ez most már majdnem egy 7 éves gyakorlat. Szóval szerintem már nincs mit nagyon meglepődni. Shogun 2, bocsánat, 2011, még régebbi. Lord Tripitz írja. Szóval még régebb óta. 9 éve van, tehát... Értitek, szóval... Ez van. Drága, én is azt mondom, hogy csak azért, hogy vér legyen valamiben, hogy nem lehet belemódolni, szemétség. De ez van. Mert egyébként tudjátok, hogy miért van ez a vér DLC. Tehát azt remélem azért tudjátok, hogy nem csak azért kell a vér DLC, hogy még 3 eurót lehúzzanak. Az is benne van. De eredetileg tudjátok, hogy miért született a vér DLC. Tehát, hogy miért kell külön DLC-ként megvenni. Na, közben vegyük el a supply-jaikat. Jó, egyébként elméletileg Wu Cai Lei Bing valamilyen vezető meghalt. Lady Zurong még tud lépni? Igen, még tud egy kicsit. Szerintem vegyük be. Vegyük be Queen Linget. Hát technikailag a vér DLC ugye ezt csinál, hogy opcionálissá teszi, tehát attól, hogy megvan ugye a vér DLC, még kikapcsolhatod, de igen, egyébként a vér DLC azért kell, mert hogyha... hogy mondjam? Igen, hogy kisebb pegi besorolást kap. Tehát egy olyan játékban hiába opcionális a vér, amiben már van vérre lehetőség, az már ugye már emeli ugye a korhatár besorolását egy adott játéknak. Tehát... Ahhoz, hogy kisebb korhatár besorolással és nagyobb közönségnek tudjad eladni elméletileg, ugye, a vért azt abszolút száműzni kell a játékból. Amint opcionálissá teszed a vért, azonnal, tök mindegy, hogy opcionális-e a vér vagy nem, azonnal ugye 18-ba kerül. Ezért van külön a vér DLC. Na. Ezt csak azért játsszuk le, mert vicces, meg akarom nézni, hogy milyen egy Village Battle.
Meg egyébként a másik seregnek a vezére így becsatlakozik. Tehát hogy néz ki egy Nammani village? Pontosabban falu. Bocsánat. Hát szegényeknek van bent egy paritjásuk, meg az a 123 emberre számíthatnak majd valamikor. Amit látom, a Nammani, aki szeretik a kövek közötti élést. Ah, vannak őrtornyaik. Azokat gyorsan meg kell szereznünk. A durva, hogy onnan érkezik az erősítés. Amire az erősítés megérkezik, mi már bent leszünk. Ez kemény lesz. És igazából semmi nincs, ami megállítson minket. Ez nagyon durva lesz. Ezt most kifejezetten két csapatra osszuk. Szerintem úgy lesz, hogy Zurong Naka izéje erre mennek. Annyira nem akarok bonyolultat, el akarom foglalni gyorsan a izéket. A tornyokat, hogy ne lőjenek minket. Tigriseket most nem akarjuk kitenni tűznek semmilyen fajta módon. Tehát szerintem a slingerek hátul maradnak. Nagyon jó. Szerintem a slingereink hátul maradnak, legalábbis ők lesznek a... Lesznek a három. Tartsátok az alakzatot. Ti lesztek az egy. Tartsátok az alakzatot. Ti lesztek a kettő, tartsátok az alakzatot. Nagyon jó. Start deployment. Egyes. Nagyon gyorsan, nagyon-nagyon gyorsan elfoglaljuk. Mondjuk szerintem Zurong egyedül is előre mehet. És akkor nem kell áldozatokat hozni. Sőt, nem is kell alakzatot tartani. Minél gyorsabban foglalják el a teret. Tehát igyekezzenek ugye föl erre fele. Nem kell ide most alakzat. Senkinek nem kell alakzat. A vezér előre roham. Az emberei pedig azonnal átfutnak a izébe. Elfoglalni a tornyokat. Úgy van. És akkor a slingerek pedig idáig elóvakodnak, de csak lassan. És akkor mindenki mehet. Egyébként a morálja nagyon jó Zurongnak. Mondom, majd a statokat majd átnézem majd a stream után, hogy hogy van. Egyelőre a tornyokat akarom átvenni. Így van. Itt már drága öcsénk. A moráljukat ki is nyírjuk ezeknek. Zurong már megszerezte az egyik tornyot, ez jó. Átmegyünk a másikhoz. Igazából sok minden nem kell csinálnunk. Technikailag be kell állnunk védeni. Szavasz, Bandió! Ja. Elkoboroltak az inkák, így van.
Jó, a tornyok a mieink. Stingerek azok meg fölmennek, átveszik a városházát, úgymond. A maradék embereink pedig nyilvánvalóan beállnak alakzatokba. Hm. Az ellenséges erősítés elfut, milyen meglepő. De azt hiszem, mivel ez egy város battle, elméletileg még meg is ússzák. Bár nem, hogy rajtunk múlik. Na, minél nagyobb károkat akarok okozni ezeknek. Zurong, ez kinyírt mindenkit. Hát nem maradt védelmük. Ezek a tornyok szerintem több embert öltek meg, mint az első csata. Igen, és most már ott tényleg meghalt a vezető. Ja, több embert öltek meg a tornyok, mint a csata. Durva. Szereztünk. Na. Nem, konfederálunk. Federálunk velük, vaszalizáljuk, kiürítjük. A konfederáció meg a vazallus átétel lenne a legjobb. Arról a területről származnak, bandiok. Ezek nanmaniak. Akkoriban így hívták őket. Mi legyen? Vazallussá teszünk, vagy konfederáljuk? Szerintetek mi a jó ötlet? Vazallussá tenni, vagy felemészteni őket? Mert ugye Menghuóval nem akarok rosszba lenni, mert ugye itt azt írja, hogyha konfederálunk, azt akár árulásnak is hihetik. Tehát ugye árulóknak ijednek. De viszont, hogyha a vazallusunká tesszük őket, akkor relatív nekünk engedelmeskednek a földjeik. És technikailag a törzs életben marad. Tehát technikailag nem kiirtani akarjuk őket, hanem beolvasztani. Nem tudom, hogy melyik a jobb hosszú távon. Aki esetleg a Three Kingdoms-ban jobban otthon van. Csak az a baj, hogy Menghuót nem akarom magamra haragítani. Szükségem van minden karakterre. Tehát oké, hogy elpusztítunk mindenkit, de... Technikailag a Namman egyesítéséről szól a játék most, nem arról, hogy kipusztítjuk saját magunkat. Mert ezek a törzsek igazából a mi embereink. Ez olyan, mint most mit tudom én, mint hogyha azt mondanánk, hogy... Amikor a magyar királyság területén voltak, mit tudom én, parasztlázadások, meg egyebek, akkor az összes parasztot öljük meg. Vagy mit tudom én, amikor darabokban volt, mit tudom én, az ország, akkor... Értitek? Tehát a magyart... Oké, hogy a vezetőknek levágod a fejét és eltünteted a vezetőket, de az emberekre szükségetek van. Ja, mondjuk a konfederáció az technikailag ugyanaz, hogy nem halnak meg, csak csatlakoznak hozzánk. Nem tudom, melyik éri meg jobban.
faszalizáljuk őket. Nézzük meg, hogy ezt az úgyse próbáltam ki sose. A soldier is a soldier. Így van, beolvasztottuk őket, ez egy békésebb megoldás volt. Ez egy egyesítési folyamat. Kettő törzs megvan. Nézem a törzseket. Itt van. Látjátok? Az ki van világítva, hogy a Yunnan Tribe ugye hogy működik. Igen, így a Hanokkal viszont ugye rosszabb a kapcsolatunk. Viszont a Fire Archerekhez hozzáférünk ő általuk, hogy a vazalusunk lett. És gyorsabban is fejlesztünk, hogy ők velünk vannak. Illetve presztízset kapunk. Tehát nem is baj, hogy nem öltük meg őket. És kaptunk 2000 treasury-t. És egyébként ugye ez is volt a küldetés. Igen, ők innentől kezdve a mieink. Anuian! Valaki háborút hirdetett ránk. Oké, segít, Meng Huo-nak segítünk. Mert az Anhunian, vagy Ahuian, vagy Ahuinan törzs relatív nem bír magával, és mindenkit cseszeget. Nem ignoráljuk ezt, háborút hirdetünk, és segítünk Meng Huo-nak. Tehát az Ahuinan törzs ellen. Igen, lesznek elefántok is. Később biztos. Háború. Tehát szövetkezünk Meng Huo-val, hogy rátörjünk ezekre. Oké, következő küldetésünk. 4 settlementet kell kontrollálnunk. Vagy azáltal, hogy közvetlenül a miénk, vagy pedig, hogy a szövetségeseink, a militári szövetségeseink, tehát a katonai szövetségeseink irányítják. Jelenleg 2 van meg a 4-ből, és ez 2000-et ér. És ővele háborúban állunk innentől kezdve. Igen, és mostantól ugye a Yunnan törzs ugye behódolt nekünk. A Han Empire-rel egyébként romlott ezáltal a kapcsolatunk. A Hanok ugye, ők a kínaiak. Nem tudom, hogy a vazallus elárulhat-e, de az szerintem az, tehát hogy is mondjam? Nem tudom, hogy a vazallus elárulhat-e ezt, nem vagyok benne biztos, lehetséges, hogy igen. De szerintem, hogyha elárul, az hosszabb távon ugye az azt jelenti, hogy elárulod a mester, tehát megbízhatatlanná váltál. Tehát ugye ez a mechanika már volt a Total War Warhammer-ben is. Ugye a megbízhatatlanság mechanikája. Na most egy olyan törzs, ami rátámad technikailag azokra, akik nem írtották ki őket, ugye a többi törzset magadra haragítod, és egy technikailag egy árulónak minősülsz. Tehát el tud árulni, igen, el tud árulni. De próbáljuk őket békében tartani majd. Erővel. Hogyha kell. Közben mit építsünk? Yunnanba mit építsünk? Mit építsünk? Conscription. Ez csökkenti a population growth-ot, viszont replenishmentet ad. És a rekruitok magasabb ranggal kezdenek. Ez ugye növeli a populációt, a karakterek gyorsabban, tehát a drinking hall, tehát az ivóház. Ez egyértelmű. Tehát ez populációt növel.
ami azt hiszem ebben a játékban azért fontos, a karakter, tehát maga a vezető karakterek, mint mondjuk Zurong, a testvére, meg a többiek, azok több experience-et kapnak, jobb a public order, több a bevétel, és azt hiszem a kereskedelemből való bevétel is több, és az agrikulturális, tehát a különböző fajta olyan épületek, amik a termeléssel kapcsolatosak, azoknak az építése olcsóbb, azt hiszem. Akkor land development, ez egyértelműen ugye a földek. Tehát ugye, hogy kerteket építünk. Ugye ez populációt hoz, élelmet termel, ami jelenleg nincs nekünk, és a replenishmentet biztosítja. És a military, tehát a katonai épületeknek a felépítése olcsóbb lett. Labor guilds, tehát, ugye ez az építők háza, gyorsabban épülnek az épületek, gyorsabban nő a populáció, magából a hogy is mondjam, az iparból jön a pénz, tehát több pénz jön be az iparból. Egyébként megtanulni a kereskedelmet és az ezzel kapcsolatos dolgokat felépíteni 12%-kal olcsóbb. Na most én arra gondoltam, hogy szerintem a land development elsősorban jó lenne, mert ez a katonaságot is szolgálja. Tehát én azt mondom, hogy fejlesztjük a földjeinket. Így van, fejlesztjük a földjeinket. Egyébként meg tudnánk gyorsítani 1400 aranyért, de két kör alatt készen, szóval nem kell. Tehát a földek fejlesztése. Assignment. Tudunk nekik adni egyébként feladatokat. Scout Province. Coordinate Workforce. Azt mondja, hogy így van, tehát megbízásokat tudunk. Ezért látjátok, ezért fontosak bizonyos emberek, akik benne vannak a tanácsunkba, mert azokat tudjuk kiküldeni a vazallusainkhoz megbízással. Igen, és ő általa ugye úgy teljesen rálátunk ugye a provinciára. Quinglingbe küldünk, oda küldjük Shibut. Azt mondja, hogy a megbízása 5 körig tart, 100-ba kerül, egy körből lehet visszaívni. A karakter elkapásának, na mindegy, oda küldjük. Egy kör múlva ér oda. És akkor megbízzuk, hogy felügyelje azt a területet. Tehát felügyelni fogjuk a vazallusainkat. A jövőben. Oké, a kertet építjük. Ez assignment, ez megvolt. Ugye ez is megvolt. Ezek azok a hírek, azt hiszem, amik voltak. Igen. Jó. És ég a tűz még mindig. Ezeken a területeken tudunk-e toborozni? Egyébként növekszik is. Milyen stance-be legyünk? Military supplies 4. Azt nem tudom, hogy hol van a military supply-unk. Itt van-e. 60 military supply-unk van. Mozgáspontunk nincs. My lord? Swap selected unit reunite. Így van. Ja, át lehet nevezni egyébként a unitokat. Disband unit, swap unit. Your arrival is welcome, my lord. Már arra nem emlékszem. Ja, de szereztünk. Aha, ez van nála. A Burning Mace. Ez ír égednek a csávónak a keze. Morálomból és Mirjevésem. Azt mondja, hogy aha, karaktereket tudunk biztosítani, erre már kikoptam, mondom. Ugye nagyon sok mindent lehet csinálni. Csak nézzük meg, hogy mit tudunk adni. Accessories. Úristen, Flying Daggers, repülőtőrök. Melee damage. Plusz 10 instinct.
Azt hiszem a karakternek, most nem tudom, hogy a hős karakterek armorja az cserélhető-e, de azt hiszem a hős karaktereknek fix az armorjuk, vagy fejlődik idővel, nem tudom. A fegyverük az fejleszthető. Ez a Heirloom Spear. 265 milli damage. De ez armor piercinget is ad, azért ezt ne felejtsük el, tehát ennek hiába nagyobb a attack rate-je, ugye ez azért ez egy fejlettebb fegyver. Ugye ez egy örökség. Van nálunk két fejsze. Van-e lóvunk? Egy lóvunk van. A Red Horse. A vörös ló. Követő. Kellene nekünk egy követő. Cunning. Trading Influence. Ezt inkább olyanoknak adnám. Mit tudsz te egyébként? Ezt téged odaadunk. Neked. És szerintem... megnézzük a... karakterünket. Őneki is adunk... followereket. Őneki adjuk az authority-t. Így van. Á, itt vannak az accessory-k. Igen, ez morál, milícia unitoknak, satisfaction, instincts. Oké, ezt odaadjuk neki, hogy örüljön. A legyezőt... neked már nem tudunk adni, de nekünk... neked adunk egy ilyet, hogy a morált fenntartsad a milícia unitok között, és a satisfaction. Lesz egy legyeződ, remélem boldog vagy. Igen, itt megy. Oké, ez is megvolt. Szerintem minden megvan. Csodálatos, mehet. Megvolt az első kör. Ezt a kurva mennyi frakció van, ti jó Isten. Ja, és ugye itt szezonok is vannak. Ugye itt van, tudjátok. Rendesen tél, tavasz, nyár, ősz, szóval erről se szabad megfeledkeznünk. Jelenleg gyógyulunk. Két kör kell, amíg felépülnek. Menjünk vissza a területünkre. Van egy kis pénzünk. Kellene egy-két unit. Amik nem fogyasztanak sokat. Fire Archerek, ugye ezeket nyitottuk meg. Kettő ilyet elvinnék, én azt mondom. Tehát két Fire Archer. Itt vannak a Tiger Warrior-ök. De azok nagyon drágák. Archerek. Két Fire Archert felbérlünk. Tehát erre szükségünk lesz. Vagy Zurong Fire Archereket béreljen föl. Az a baj, nem tudunk többet kifizetni. Látjátok, már 47-re le is esett a treasuring. Tehát nem vagyunk mi valami gazdagok. Na, most már Yuant látjuk is. Igen. Itt megnézhetjük a garrisonukat, az éppen épül fölfele. Kikkel vagyunk háborúban, ez neutrál. Hol van az, akikkel háborúban vagyunk? Azok erre vannak. Jó van. Ha betoboroztuk a Fire Archereket, már megyünk is. Let the trees stand. Proud guardians. Csak a mi területünkön, az a baj, ugye itt a toborzás úgy működik, ugye ebben a játékban,
hogy várnod kell a saját területeden belül, ugye, hogy betoborozódjanak az emberek. Tehát ugye a toborzás itt nem olyan, mint mondjuk a Warhammerbe, hogy egyből a unit készen van, hanem egy minimum létszámról indul. Tehát egy olyan 4-5 kör kell, amire lesz valami. Közben nézzük meg. Diplomáciánál Menkhóval mit tudunk kezdeni. Az ő sztrengje szupériörebb, mint a miénk. Sit and talk. Kellene nekünk... Tudnánk neki fizetni. Tudnánk neki ajándékot adni. Ugye itt ajánlatokat. Aha. Ahhoz, hogy ez lehet, tehát hogyha kereskedelem Menkhó és köztem meglegyen, ugye. Ugye el kell tüntetni a... itt az ellenséges törzseket. Tehát kell egy szabad út. Menkhó és köztem. És ugye itt nincs szabad út, mert itt egy kicseszett hegy van. Jó. Akkor erre is majd figyelnünk kell. Jó, akkor toborzunk. Kört le. Ha megépül elméletileg a farm, akkor gyorsan toborzunk. És a Yinang Tribe egyesült. A Yinang Tribe beállt Menkhóhoz. Vagy a Yaning Tribe. De, ez egy, de attól még van nekünk ellenségünk. Az a huniak, azok háborúban vannak. Aha. Azok itt vannak-e? Valahol. Erre. Tehát Menkhó meg én is elkezdtük gyűjteni a törzseket. Értem. El kell hordani a hegyet, megpróbáljuk. Egyébként kiállított egy sereget. Nobile Kai. Tehát ő kiállított egy sereget, ez a vazallusunk serege. Mert ugye látjuk ugye a cuccok miatt. Elkészült, remek. Mit tudunk tenni? A farmot tudjuk fejleszteni. A városnak nő a kapacitéje, a building slotjaink is nőnének. Mennyibe kerül ezt felépíteni? 1900. Negatív hatása nincsen. És a garisonja nő. 4 kör felépíteni, vagy pedig... Építjük a farmot, és az a replenishmentet növeli. Ami szintén 1900. Én hosszabb távom... Én arra szavazok, hogy építsük fel a nagyobb izét, large town-t csináljunk belőle. 4 kör. Kinek van elosztható pontja? Sentinel, Champion. Hogy ezek választhatnak, hogy ki, mi lesz belőlük. Instinct. Recruitment costot csökkenteni, és a melee damage-et
Unit morale, cunning, ammunition, military supplies. A cunningba egész jó. Strategist, útvonal. Kellene egy olyan, aki ellátja az embereinket. Jó. Némi stratégiát adunk, tehát némi strategist vérvonalat öntünk a bátyánkba. Még mindjárt kiderül, hogy ki a izé. Igen. Jó. Ezt fogjuk csinálni. Három kör. Folytatjuk a toborzást. Egyébként igen, gyűlik a tűz. Tehát ott lehet látni, hogy a tűz ereje növekszik. Látjátok? A amikor a lángolni fog a tűz, akkor kell támadni. Menko háborúzik másokkal. Sun Jian meghalt. By Hangzhu. Xiang Yan csatájában. Tehát elkezdtek kezdődni a történelmi események. Két kör múlva meg lesznek. Ez jó. De a reformok hogy állnak? Az elefánt szelidítés még két kör. Az íjászok minyár maximum vannak és feltöltődnek a seregeink is. Szavaz Zerger! Reflect on our offer. Mang Chang. Manyang Chang. Underdog. Non-aggression pact. Mit tudnánk veletek kezdeni? Ajánlunk nektek valamit. Paymentet kérünk. A paymentben nincsenek benne. A Mangchangok ott vannak fölöttünk. Ővelük most nem fogunk foglalkozni, mert erre megyünk. Meg errefele. Jó. This has been very encouraging. Jó. Elfogadjuk a non-aggression paktot. Goddess of Fire. Ignite fire. Be kell gyújtanunk a tüzet, gyerekek. A summer. Aha, tehát itt van-e, hogy a Goddess of War, tehát a Goddess of Fire milyen effekteket hoz? Public order. Battle running speed. Jó. Gyújtsuk be a tüzet. Jó, már csak azt hiszem egy kör kell, amíg megvannak. Így van, és utána mehetünk.
addig kitart az első összecsapásig, amíg találkozunk valakivel. Nem hiszem, hogy sok területe van az ellenséges törzseknek. Economic breakthrough. Iron pizzát kellene építeni. Jó. Győzzünk le három sereget. Ismerjünk 10 frakciót. Most már tudunk elefántokat szelidíteni. Zseniális. Nézzük csak meg a reformokat. Következő reform. Én a military supply-okba hiszek, de a replenishmentbe meg még inkább. Tribal tenacity lesz az. Enemy? The enemy secrets. Hát, tehát teljesíteni kell ahhoz, hogy fel tudjad oldani ezeket, ahhoz teljesíteni kell, ó, tehát a reformokat is csak úgy lehet létrehozni, hogyha teljesítesz küldiket. Na mondjuk ez nem rossz. Na jó, induljunk el, mert az íjászok megvannak, a többiek meg rendben vannak. Elindulunk. Melyik terület fele? Á, itt van, erre fele megyünk. Hát, ki is merültünk. Ah, a szintet lépett. Satisfaction, ez autoritit fog kapni. Remélem az első összecsapásig kitart a tűz. Áh! Ki fog tartani? Az ellenség saját maga ajánlkozott föl. A Zanke Tribe konfederált Vancouver-val. Erősödött a treasury. Oké. Az ellenség ott van. Van ambush stance-ünk? Encampment stance van. Megyünk érted. Gyere, értünk. Kíváncsi vagyok, hogy a karakter merre támadni. Mer. Nagyon maga biztos az ellenség. 911 embere van. Sérültek ráadásul. Csak sima nammani slingerek, nem tigeresek. Ezeket szétzúzzuk. Csináljunk gyorsan egy quick save-et. És pont most kap minket telibe, amikor rajtunk van a tűzefekt. Ha! Nagyon meg fogtok halni. Így van.
Így van. Így ide. Így jászok egyébként, milyen messzire lőnek ezek. Na, egész nagy területet lefednek. Tetszik, nem kell hátrálnotok. A slingereket előre küldjük, mert ugye ők csak egyenes vonalba tudnak lövöldözni. Spéreket ide rakjuk. Oké. Ide állunk. Tesó az pedig beáll ide. Erre a szányra. Viszonylag hamar meg akarok ütközni a ellenséggel, hogyha jön. Nagyon jó. Jó. Azt mondja, hogy az íjászok. Ugye ez az, amit ugye a másik törzstől szereztünk. Ugye íjászok. Ezek a Fire Archerek. Nekik elméletileg... Missile attack. Kérdés, hogy tűztámadást indítanak-e? Valóban-e, hogy tűz... Tehát, hogy tűz van-e? Confident, fresh. Fire Archers. Könnyű íjász. Szerintem ezek csak a nevükben tűzíjászok. Én nem hiszem egyébként, hogy tüzes lövedékeket lőnek. Majd ki fog derülni. Az ellenségnek kell ide jönnie, mert ők a támadók. Ha akar valamit. Majd megpróbáljuk kihívni duelre majd őket. Ad egy teljesen új, ugye, frakciót a Nanmaniakat, akik ugye teljesen más seregekkel küzdenek, mint az alap kínai seregek, illetve ugye egy egész új területet csatol ugye lentre, de az azt hiszem azt ingyenesen is elérhetővé teszik, azt nem tudom, nem vagyok biztos, de egy új 21 provinciából álló ilyen dzsungeles terület csatlakozik, technikailag Burma területe csatlakozik a játékhoz. Illetve ugye négy vezetőt kapsz, négy Nanmani vezetőt és az ő egyéni játék stílusukat. Elfogadom! Ezek nem, ezek tényleg tüzes íjászok a mieink! Hova megy Zurong? Ah, itt van-e? A vezető egy ostoba, hogy kiáll Zurongga. I will fight any in my way, even you. You have no power over me. Jó, még jó, hogy nem voltam hülye és a izéket skirmisere állítottam. Mindenki támad. Ezekre. Te pedig kihívod duelre ő nem akar duellezni egy gyáva. Jó. A slingereseink azok pedig most tényleg kimennek a szélre. Erre fele. És majd elengedik a tigriseket. Lady Zurong győzött. Az ellenséges generális meghalt, lerohanjuk a slingereiket. Oda lőjetek. Oda. Loose.
Engedjétek el a tigriseket, hogy menjenek. Elkapjuk, azt a, az ugye a frakció vezér. Ott van, próbál elmenekülni. Meghalt! Megkapták a tigrisek. Kik élnek még? Ó, felgyulladt az erdő, kellemetlen. Oké, alakzatot már nem kell tartani, mert így is elég nehéz tartani itt. Nagy a káosz. Improved in my estimations. One step closer to victory. Ezek ide. Ti pedig ide. Zurong már le... Zurong már visszakerült a lovára, jó van. Ki az, aki még nem adta föl? Aha. Itt lent délem. Akkor egy generálist elküldök, jó? Hát tudod, ez kinek mi, Lord? Ez opcionális, ezt rátok bízom nyilvánvalóan. Tehát igazából egy új frakció, új területek. Négy új játszható vezető, egy teljesen új játékstílus. Ami nyilvánvalóan nem olyan, mint a tradicionális játékstílus. De mondom, ezt mindenkire rábízom, tehát ez nem az én tisztem megítélni, hogy kinek miért meg. Tudom, hogy mostanában a játékoknak a különböző DLC-i, meg a különböző árak, tehát... De hát ez mindig ilyen volt, tehát mindig úgy gondolkodjatok, hogy mi mennyibe kerül, tehát hogy... Most nem tudom, hogy 18 euró, most azt hiszem 10 euró az 3600. Akkor 20 euró az olyan 7200. Nyilvánvalóan, hogy aki előrendelte, az olyan 17 egész valamennyiért jutott hozzá, mint én. Szar a magyar forint is, azért azt valljuk be. Hogyha azt nézed, hogyha tényleg érdekel ez a játék, vagy kapsz egy teljesen új irányítható frakciót, ami nem hasonlít a Hanokhoz, és szereted ezt a játékot, ezt az érát, egy új játékstílust akarsz kipróbálni, új területeken küzdeni, és mondjuk ez ad neked mondjuk 40-50 vagy akár 60 óra új játékidőt, akkor azt kell mondanom, hogy igazából 18 eurót fizettél 60 órányi játékidőért, és vannak olyan játékok, amik 20 ezerbe kerülnek és adnak mondjuk 10-20 órát. Tehát ezt mindig el kell dönteni, hogy kinek mi éri meg. Ez ugyanígy voltam egyébként a Total War Warhammer DLC-knél is. Hát ezek nagyon kaptak. És a Fire Archerek tényleg Fire Archerek. Tehát a Nammaniak azzal ellensúlyozzák sok gyengeségüket, hogy
bár nincsenek erős páncélzatba, de... De nagyon durva a támadásaik, tehát hozzáférnek olyan egységekhez, amik tüzet ütnek, tüzet lőnek, tigriseik vannak, jó a moráljuk. De ez tényleg ezek vadak, nagyon. Felbérelni nem tudjuk. Az a baj, hogy ezek visszatérnek. Kivégezzük ezt a vezetőt, akkor nem tér vissza valaki, hogyha kivégzed, ezt már megtanultuk a Bannerlordba. Kivégezzük. És elvisszük a supply-aitokat, vagy pedig a 400. replenishmentet. Mondjuk mennyi supply-unk van? Supply-unk az van. Inkább... replenishmentet választunk. A soldier is a soldier. Renewal warms my spirit. Bankhu az nagyon sok mindenkire izét adott üzen. Így van. Bonus Experience Treasury 500. Királyság. Még tart a tűz, tehát addig kellene menni. Még tart, azt hiszem, talán egy pár körig, aztán utána kialszik. Zurong ugye az harcos, az egyértelmű. Ez a melee damage és a recruitment cost, tehát az instinctje, ugye neki azt kell nyomatnia. A Vanguard ugye az nyomatja az instinctet. A Resolve az ugye a populációban és a generals életébe segített. Nekünk igazából a Resolve és az Instinct az a fontos. Az Expertise az ugye a kitérés. Az Authority ugye meg a morál. Mondjuk az Authority se rossz. De én azt mondom, hogy Zurong az egyértelműen harcos, tehát ő a Vanguardra fog menni. A Champion ugye az Resolve-ot ad. Igen, tehát nekünk a Championre kell menni, és a Vanguardra. Így van. A Commander, és a Commanderből is kell majd. Erről a Vanguard. Szereztünk exeket, tehát szereztünk fegyvereket. Ezeket elkezdhetnénk kereskedni Menkuóval a jobb kapcsolatokért. Egy ilyenünk már van. A Satisfaction és Instinct. Ez kicsoda? Unlock Assignment Surplus Markets, ez a tartalékemberünk. Ó, itt a harci elefánt. Nem tudunk dismountolni, nem tudunk duellezni, és karakter ability-ket használni. A tesómnak adhatunk egy harci elefántot. Zurongot azt akarom, hogy ő duellezzen, mert ő meg tudja törni. A tesónknak adunk egy harci elefántot. Úgy, te harci elefántom mész. Ja, és ráadásul azt hozzá kell tennem, ugye, hogy van itt azért egy fejlődési fa. Ugye, amit ugye a reformoknál lehetett. Ugye teljesen más ugye a reformok, ahogyan működnek ugye ennél a játéknál, vagy ennél a tehát ezeknél a népnél, a Nammaniaknál, ugye amiről beszéltem, mint amilyenek a Three Kingdoms, mondjuk a Hanoknál vannak, vagy a kínaiaknál, tudjátok, mert előbb beszéltem, hogy küldetéseket kell teljesíteni, és blablabla. Bla, bla. És hogyha akarjátok, bizonyos Han egységeket, nyilván nem a teljes gárdát, de alapszintű Han egységekhez hozzáférhettek ezekkel is, tehát a Nammaniak is képesek betoborozni bizonyos Han egységeket. Ugye ez azért jó, mert tudjátok, tehát hogyha ezt az ágat válasszátok, tehát a nagyon militarizált vonalat, akkor tudjátok keverni a Nammani és a Han egységeket. Na, megyünk tovább. Igazából ellátmányunk van.
Azt mondja, hogy ez is az Ahuinin törzshöz tartozik. Nem tudom, hogy utol tudom elérni, de szerintem nem. De utol tudom érni. Jó. Ezeket lejátsszuk, megöljük őket. Szeretem lejátsz... Ebben a játékban miért szeretem lejátszani a csatákat, nem tudom miért. Itt tipikusan egyébként ki akarom hívni az ellen. Meg a harci elefántot meg akartuk nézni. Egyébként megnézzük, hogy a harci elefánt egyedül ki tudja nyírni a sereget? Tehát, hogy csak őt küldjük előre a bátyánkat a harci elefánttal, mert nincsenek sokan ám. 220-an vannak. Meg előre küldjük Zurongot. Tehát ketten mennek. Szerintem az ellenség előbb fog ez visszavonulni, mint hogy kiálljon ellenünk. És különösebben nagyobb formációra nincs szükség, ez így tökéletes. Így megyünk előre. Ott vagy a bubu. Tütükes Three Kingdom version. Itt is megjelent tütű. Csak kicsit máshogyan. Annyi, hogy tütű egy picit lassú. Egyébként tütűnek van egy nagyon durva képessége. Ugye az, hogy félelmet generál, tehát morált tör. Még tetű nem olyan lassú, de most nézem. Menjünk ketten előre. Treachery, hidden enemies. Na nézzük, tütű mit csinál. Már most megijesztette őket. Hát ezek... Hogy lecsapta a fejét! Remélem láttátok! Úristen! Hát ez azért nagyon komoly volt! De ezek az egyéni animációk hiányoztak. Ó, kívjuk duelre. Hogy lecsapta a fejét? Hogy lecsapta a fejét? Te jó ég. Mondjuk ez nem olyan gyors, mint egy ló. Az a baj. Zurong egyébként nagyon gyorsan fut. Nézzétek meg, hogy fut. Tehát a lóval tartja a sebességet. Milyen gyors ez a lány, te jó ég. A Usain Bolt az semmi hozzá képest. Hát egy ló megy vagy 50-60-70-nel, Zurong meg kb. Ugyanakkor a sebességgel fut. Hey Angel, Fortnite holnap lesz. Holnap fogjuk kezdeni a Fortnite karriert, azután pedig LoL-t fogunk játszani. Egyébként LoL-t szoktam játszani ettől függetlenül. Csak a streamen kívül, de holnap egyébként lesz Fortnite. Azt tervezem, hogy... hogyan is hívják a fizetőeszközt, ami a Fortnite-ban van?
nem tudom, mi a Fortnite-ban a fizető eszköz, pedig is fönt az Epic Game Store. Nem, Bubu nem tudja utolérni, Tütü nem fogja utolérni a vezért. Zurong meg ló nélkül nem az igazi. Tényleg, Zurong vissza tudja hívni a lovát? Nagyon messze van a ló. Öcsém, Zurong ilyenkor lapul a fűben. Ez nagyon durva, tehát, hogyha fűben van, amit látjátok, hogy ott van, akkor ugye külön animáció van arra is, ez tök jó. V-Bucks, holnap veszek 150 euró értékben V-Bucksot, és el fogom költeni, nem tudom egyetem, mire lehet elkölteni Fortnite-ba. Csak skinekre, mert mondom, nem is, tehát nem, egyszer játszottam a Fortnite-tal, a Nintendo Switch-emen próbáltam ki egyszer. Victory by my hand. Három embert vesztettünk. Azok is csak megbotlottak a fűszálban. Ezeknek szerintem itt a recruitment, ez elég jól megéri. Végig jól megéri. Ezeket szerintem még mindig utol tudjuk érni. Nem tudjuk utol érni. Akkor viszont Diancsiba megyünk utána. Ameddig még ég a tűz. Tudunk építeni, zseniális. Felépült egyébként a Large Town, ami mennyi garrison biztosít nekünk? Nem sokat. Pff. Jó. Akkor viszont a foodot kell biztosítani. És a population growth-ot. El kell érnünk, ez a Large Town, el kell érnünk a Small City-t, hogy tovább fejlődhessen. Jó, biztosítjuk az élelmet. Úgyse tudjuk nem mire költeni a pénzt most. Low Founds, tudom, hogy kevés a pénzünk, ezt nem kell mondani. Még azt mondja, hogy az Enemy Secrets, még kell nyernünk egy csatát. Hogy ezt a reformot meg tudjuk nyitni. Szóval, mint mondottam, volt holnapi nap, 200 dollár értékben vagy euró értékben veszek V-Bucksot és megyünk és elköltjük. Ezek kicsodák? Jannan! Á! Tehát, hogyha elfogadom őt férjemnek, akkor Jannan csatlakozik. Tehát a vazullus frakció a Jannaniak, hogyha elfogadom férjemnek Wucei Leibenget, akkor csatlakoznak, de már csak nem mint vazullusok, hanem úgy, mint... Ezáltal technikailag nem követtünk el árulást, tehát ez nem treachery, hanem a vazullusunk technikailag átáll a mi oldalunkra. És egyébként hoznak 602 aranyadományt is. Végül is kell valahonnan, gyerek. Egy hamar férjünk nem lesz. És ugye Menkhuóval meg nem házasodhatunk össze, mert ugye az kiírta, hogy akkor a kampánynak vége van. Tehát ez nagyon fontos, hogy Menkhuó azért nem lehet a férjünk, mert akkor technikailag te hódoltál be neki. Végül is szükségünk van ezekre a területekre, hogy legyen hova visszavonulnunk, mert ugye ezek csak vazulus területek.
Elfogadjuk. Logic is the true path to peace. Igen, összeházasodtunk. Közben már történnek egyébként a Three Kingdoms események. Hogy elküldte ugye Wang Yun, a minisztere, ugye az egyik minisztere Wang Yunnak, ugye Dong Zhuo a tudjátok a zsarnokhoz ugye Dajo Chant, ugye aki a lánya, ugye aki a történelem szerint ugye hogy is mondjam, a szeretője lesz Dong Zhuo-nak, de ez ugye Lu Bu-nak is felajánlotta, ugye aki meg úgymond az adoptált fia Dong Zhuo-nak, és Dong Zhuo ugye nem tudja, hogy Lu Bu ugye, aki általában ugye arról volt híres, hogy hihetetlen harcos volt, olyan volt, mint Achilles, relatív, de viszont mindenkit elárult életébe, és ugye ő is szerelmes Dajo Chanba, mert ugye egy fiatal, ugye ő a kelet szépsége, és ugye emiatt fogja megölni Dong Zhuo-t, ugye Lu Bu. Ugye, hogy Dajo Chant ugye Dong Zhuo-nak adták. Tehát Dong Zhuo nem is hiszi, hogy a saját fia azért, vagy a fogadott fia azért leszúrná őt. Hát nem a legszebb férj, így van. Tehát Lu Bu-val azért, vagy Lu Bu-val azért jobban jár. Mármint, hogyha az én férjemre érted, hát ez van, most mit csináljunk? Hát... nem lehet válogatni. Én sem vagyok éppenséggel egy izé Heraklész, szóval ki vagyok én, hogy megítéljem. Aha. A chieftain rang már megvan. Hamarosan mi leszünk a völgy hölgye. Jó. És egyelőre hogy áll egyébként a... igen, family tree. Court noble. Így van. Sanxi, vagy Xianji, Ji. Ő csatlakozott ugye hozzánk. De egyébként mindegy. De egyébként el is tudunk tőle válni bármikor, szóval nem probléma. Megoldjuk. Igen. Megbízásokat kell adni egyébként itt. Aha, és ő lenne ugye képes sereget felállítani, hogyha akar, a férjurunk. De az ugye izébe kerülne. Nem, az nem kell. Mi jelenleg nekünk kell az, hogy ide jöjjünk. Következő körben, mekkora itt a védelem? Hamar el fog bukni. Szavaz, Rakó! Izé óta megy, 5 óra óta megy. Ó,
a kis trükkös! Bemegy a városba! Még azelőtt, hogy odaérnénk, nem baj. Menko egyre nagyobb bajban van, elég sok mindenkinek van. A tűz kiégett. Kialudt a tűz, tehát a pluszok most nincsenek nálunk. Atrocisant szenvedünk, ugye ezen a területen. Ezért kell sietni, betörni a városba. Be is törünk. Mekkora védelem van itt? Ők is ki vannak merülve. Elfogyott a szuplájunk, hello! Persze, mert a tűzzel feléltük. Gyerekek, kibörnöltük a szuplájt! Követelem, hogy adjátok meg magatokat. Nem adják fel. Akkor bemegyünk. Nem adják meg magukat, mert ez az utolsó területük. Itt most azért lesz védelem, tehát nem lesz egyszerű, és a tornyaikat kell megszereznünk valahogy. Két csoportra oszlunk. Erről és erről megyünk, bár itt mondjuk nagyon fogjuk kapni a tüzet. Lehet, hogy jobb lenne innen vezetni. Bár mondjuk akkor, akkor nem oszlik meg az ereje a két toronynak. Viszont itt meg akkor össze tudnak gyűlni. Minél több helyről támadunk, annál jobb. Már itt két helyen fogunk menni. Legfeljebb lesz egy harmadik sereg, ami onnan megy. Szerintem a main erő Zurongal egyébként itt fog menni, és innen pedig majd jön egy kis force. Elterelésből, így van. De kik legyenek azok? Olyanok, akik képesek harcolni. Nyilván. Egy kisebb strike force. A tigrisek és egy axeman csapat, így van. Ők elbújnak itt. Mostantól ti vagytok a hármas. Jó. Az íjászokat visszük. A tornyokat felgyújthatnánk mondjuk. Bár azt hiszem nem tudjuk őket felgyújtani, mert ahhoz speciális erók kellenek. Mármint nem ilyen erók. Ha csak a barikádokat tudjuk felgyújtani, már nem emlékszem pontosan. Így. Ők is visznek magukkal ilyeneket. Meg viszünk még lándzsásokat ezen a fronton. Jó. Nem hiszem egyébként, hogy olyan nagy gáz lesz. De teljes rohammal megyünk. A hármas itt nem védi senki. Megvárjuk, amíg elvonják az erőiket. És akkor utána indul majd a hármas csapat. Szerintem ez lesz itt a megoldás.
spotted. Lovasaink, a Nanmaniaknak nem nagyon vannak lovasaik. A Nanmani törzseknek nem nagyon vannak lovasaik, harci elefántjaik vannak. Ha csak nem érik el a Han technológiákat, nekik nincsenek lovaik nagyon. Tehát éppen ezért mondom, hogy Nanman egy más kultúra. Tehát ők nem lovasok. Tehát ők inkább földi harcmodor. Tehát gyalogság, kiképzett tigrisek, betanított tigrisek, és akkor harci elefántok, és később el tudják érni azt, hogy tudjanak ők is lovakat, hogyha a Han ágba belenyúlnak. És most jöhet a hármas, befele. Is your skill. Our warriors run. Elengedjük a tigriseket. Go, go, go! Ready! Steal yourselves! Kill them! Ez a seregeinknek újra kell szerveződni, a tornyok azok kemények. Mondjuk a lándzsák elég komoly károkat okoznak az elefántba. El kéne foglalni ezt a torony területet. Helyes! Már csak ezt kell megölni itt. Ajjaj! Seregeink eléggé szétszórodtak, mondjuk ezt itt meg tudjuk szerezni. Jaj, volt ez a Strike Force-unk. Egyébként minden emberünk elfutott. Itt a tigriseket nem küldtük volna be, ez vereség. Próbáljuk elfoglalni ezt a gétet, ez a milyen kis. Igen, a... Your armor cannot protect you.
We're losing ground. Le kell vágni a generálist, le kell vágni a fejét, mert máskülönben nem fog menni. Meg tudnánk ölni a frakció vezért, akkor az jó lenne. Van még... Ja, hogy az íjászaink azért menekülnek. Azért menekülnek az íjászaink, mert nincs más választásuk. Kergetik őket. Zurong el fog futni. Kimerültünk. Nem bírjuk. Alábecsültem az ellenséget, sokan voltak. A város védelmében a generálisuk jobban bírja, mint gondoltam. Már nincs sok élete, mondjuk. Ha az Zurong esetleg visszajön, akkor talán még van remény, hogyha visszarendeződik. Vannak embereink, akik még nem adták föl ismeretlen indokok miatt. Ezek a Tiger Warriorok vagy ezek a Tiger Slingerek egyébként rohadt bátrak. Az utolsó szál emberik harcolnak. Nézzétek meg, egy maradt belőle. Igazából most se menekül, hanem skirmisel. Hát, hogyha most ráküldöm, akkor ő harcol. Zurong már nem jön vissza, szerintem őt megtörték. Már csak ez az egyetlen egy Tiger Slinger él. Ő az, aki nem adja föl! A unit has perished. None are left. Ready! Run, run! Mondjuk, itt van még egy torony, ami a miénk. Az egy Tiger Slinger bejön ide, és megpróbálja tartani. Meghalt. Többen voltak egyébként, mint reméltem. Vissza kell vonulnunk. Elfogyott a tűz ereje. Elfogyott egyébként a izénk is. Vissza kell térnünk a saját területünkre. Ez akkor is még csak egynek számít. Micsoda archivement. Nem, nincs újra. Vállaljuk a következményeket. Most megütközik velünk. Ami szerintem egy ostobaság. Mennyi életerünk van? Azt hiszem olyan 10 000 maradt. Neki pedig még kevesebb. Ezzel megütközünk. Mondjuk elvesztettük a Tiger Slingereket, de még maradt egy tűzijászunk 47, és még itt vannak a tüzes fiúk is. Steel yourself!
891 HP-ja van, nem küldhetjük előre a bátyánkat. Zurongnak van 10k. A Nanmaniak nem szeretnek kint harcolni, ezért fogjuk őket ide hívni. Az íjaink ellen. És rajtuk fogunk ütni valahonnan. Próbálunk valami alakzatot felállítani. Már amennyi maradt a katonáinkból. Tömötten megyünk, hogy minél nagyobb messzet képezzünk. Úgymond felületet. Ezek pedig szerintem valamilyen rajtaütő banda lesznek. Akik majd... Szerintem erre a dzsungeles területre próbálnak majd jönni ide. Így van. A bátyánkat eldugjuk hátra, mert nagyon sérült. Tehát ő nem harcolhat jelenleg, harcképtelen. Az íjászaink meg egyértelműen ugye, hogy jóra állássanak. Ide jönnek. Mekkora terület... Úristen, mekkora területet látnak, van nagyon... Zurong pedig majd megpróbál kikényszeríteni egy duelt az ellenségből. Látjátok? Az elefánt nem biztonságos, mert a lándzsákra nagyon érzékeny. Ez így nagyon jó. Jó. Meg is állítom, a rajtaütést elő kellene készíteni. Hogy olyan pozícióból támadjunk. Ez itt például, ez jó lenne. Nem vagyunk sokan amúgy sem. Érdekes egyébként itt a dzsungelben küzdeni, tehát hogy kihasználni az előnyöket, meg az ilyeneket. A Nanmaniak ugye nem nagyon védettek, ilyen glass cannon az egész frakció, egyébként nekem tetszik. De ezért mondom, hogy egyre biztosabb ugye, hogy kelleni fognak a erősebb unitok, tehát a harci elefántok és a hasonlók. Meg majd egy-két Han erővel kikel, tehát, tehát a Nanmaniak egymás között még csak-csak el fognak háborúzgatni. De szükségünk lesz némi ízére, Han seregekre is, hogyha akarunk valamit kezdeni. Tehát a Hanoktól szükségünk lesz valamilyen megbízhatóbb seregekre, mármint akik kicsikét masszívabb a, hogy is mondjam, a páncélzatuk. Tehát sortartóknak kellenek a Hanok, az agresszivitást és a ütőerőt azt elvégzik a Nanmaniak. Ott jönnek egyébként. Az a baj, hogy van egy teljes... Egy vezérüket tudnánk kihívni. Ott a tűz. De egyelőre ügyesen játszunk. Lőjük őket addig árcserekkel, ameddig lehet. Nekik is van egyébként. A vezérüket levágta? Le is vágta. Jó, levágta, ennyi volt. Ott a rajtaütő csapatunk meg megy az íjászaikra.
ezt declineoljuk. You are pitiful. You cannot defeat me. Big words, small skill. Attention. Your armor cannot protect you. Destroy them. Jó, ez eddig egész jó sikerült. Our success looms large. Show no mercy. Steal yourself. Jó, azt a vezért azt el kell kapnunk. Csé, nagyon szépen köszönöm, hogy feliratkoztál a csatornára. Első fokozattal is most már 2 hónapja támogatott kitartóan. Köszönöm szépen. És közben szalasz, gospod. Az a vezér is halott. Igazából ez nem úgy sült el, ahogy ők akarták. Tehát ettől függetlenül hazatérünk, de súlyos károkat okoztunk nekik. Levágtuk mind a 2 vezérüket. By my hand. Military supply-okra van szükségünk. What we find, we keep. This should speak to your concerns. Jelenleg nem tudunk segíteni. Jó. Háború. Fire burns brightly and indiscriminately. Aha. But no flame can last forever. Starved of air, it chokes, it splutters, and is then extinguished. Ah, Dong Zhuo meghalt. The tyrant megölte Lü Bu. Is dead. Yet in the ashen darkness. És most kezdődik ugye a Warlord célra. Vitali Breakthrough-t azt mondjuk elértük. Dong Zhuo halott. Erre van szükségünk egyébként, pont a replenishmentre. 4 kör. Ez tökéletes. Visszatérünk saját területünkre. Minél hamarabb haza kell érnünk. Ők is kimerültek, mi is kimerültünk. Közben Shibu fejlődik. Az jó. És valakivel háborúban állunk, azt hiszem éjszakom? A Yongchan tribe-bal.
Hmm, fasza. Össze kell toboroznunk újra a sereget. Kimerültünk nagyon. This should speak to your concerns. Menkhu ellen nem küzdünk. Nézzétek meg! Tehát... itt van-e Menkhu-nál... Nem. Nem. Menkhu ellen nem vagyunk olyan dolgok küzdeni. Reject. It is your decision. Nem fogok Menkhu ellen vonulni, nulla seregünk van, már így is belekényszer. És a Mangchangok háborút üzentek, helyes? És a Yuaniak pedig szabadok lettek. Independentek lettek. Pontosabban. Innentől kezdve nincs vasszalizálás. Mindenkit beolvasztunk a picsába. The forest holds power and its patience. Ajaj. We will settle this on the battlefield. Wow, egyre többen üzennek adat. Meditate on experiences and wisdom will follow. Standard stance. Bevonunk a városba. Now is the time. Now. Jó. Szóval szedjük össze magunkat. Ha kifejlődik mondjuk a izénk, akkor az jobb lesz. A cunningot fejlesszük. Time is ever against me. Seregeket kell pótolni, kemény lesz. To war. Mondjuk a garrisonunkkal szemben, meg így együtt ellenünk szerintem nincs esélyük, hogyha felépülünk. Meg hogyha kifejlődik a reform két kör múlva. Akkor összeszedjük magunkat. Nem is olyan könnyű egyébként ez, tehát ugye sok helyről jön a támadás. Elsőnek délt kellene. Á. Megtámadta a várost. Csináljunk egy quick save-et. Meg kell védenünk a várost. Jó. Nem vagyunk sokan. Valamennyit pihentünk, de nem eleget. Az őseregeik kipihentek és sokan vannak. Nekünk van egy nagyon minimális védelmünk.
Annyi, hogy a vezéreink szuperiorabbak. Mondjuk, amit láttam, nincs lándzsásuk. Á, fel tudunk állítani barikádokat. Jó. Aha. Hol vannak barikádok? Aha, itt vannak. Az ellenség ez elméletileg onnan akar jönni. Majd a barikádok fele majd vonulunk vissza akkor. Esetleg morálnak használhatjuk. Take heed, warriors! Attend! Támadt egy ötletem, hogy a tigrisek azok ki fognak menni zavart kelteni. Így van. Ezek ilyen reverse unitok lesznek. Milyen jó, hogy itt is van egy ilyen kis... Látjátok, ez tök jó. Ilyen kis... Egy kis magaslat az íjászoknak. De akkor oda rakjuk a... Szerintem az összes íjászunk följöhet ide. És akkor innen lőnek majd, hogyha erre érkeznek. És itt még jobban biztonságban is vannak szerintem. Sőt, igazából ide jöhetnének a slingerek, lefele tudnak lőni. Mekkora területet látnak be? Hát ja, szódával. Összeszedjük a rezerv unitokat. Akik kevesen vannak. És azokat ilyen egy zászló alá hozzuk őket ide. A bátyánk az elmegy hátra. Őrizni ezt, mert pillanatokat meghalhat. Ez pedig a Tiger Ambush csapat. Ó, van itt egy teljes X-menünk is. Szavasz, Szonda Zsolt! Szavasz, Prey! Jöjjenek! Egyébként az lesz, el fogjuk engedni a tigriseket. Tehát oldalról kerülünk direkt. Ugye hátukba zavarjuk őket. A tornyok a mieink. Á, a bonyolult alakzatot nem választottak, egybe jönnek. Ezen nagyon sok fog múlni, hogy a tigrisek mennyire fogják őket hátba támadni. A
Acélozzátok meg magatokat. Ott vannak hátul a rezervek. Siessetek. Jó. Rezervek is bemehetnek mind. Föntről az íjászaink azok majd. Felérik az ő íjászaikat. Hátulról pedig mindjárt odaérnek a tigrisek. Hát nem tart sokáig. Any last words? Once you are dead, the silence will be bliss. Our men are running. Engedjétek el a tigriseket, hagyj menjenek. Vannak a tigrisek, lerohanják az íjászaikat. Ez legalább félelmet kelt. Látjátok? Kijöttünk a izékkel! Így van! Hátba láttátok mekkora taktik volt? Megfordult a csata! A tigrisek megfordították. Ennyi, de most már nem mentek el. Levágjuk a vezért is. Mindenki utánuk. Öljetek meg annyit, amennyit tudtak. Mindenki mehet utánuk. És ezek a tigrisek voltak, a félelmet keltő tigrisek. Ugye a stratégia az volt ugye, hogy a hátukba kerülünk, elengedjük ugye a tigriseket ugye a nagyobb létszám miatt, hátul hagyják a slingereiket és ugye kihasználjuk a félelmet. És megpróbáljuk levágni a vezért is. Ki megmenekül az életéért. Nagyon menekül. Mondjuk még van élete. Egyébként direkt nem fejezem be a csatát, mert azt akarom, hogy minél többen hújjanak el. Tehát a tigrisek is hagymészároljanak, meg az embereink is. Látjátok, a tigrisek még mindig milyen pusztítást csinálnak? Pedig ezt a csatát egyébként ez a tigrisek nélkül elvesztettük volna. Az nagyon gyorsan fut, azt már nem kapjuk el. Tényleg meg kell semmisítenünk a seregüknek, hát hogyha lehet az egészét. Remélem a tigrisek meg a embereinknek sikerül megölni minél többet. Mert a seregük attól még nagy. Tehát tényleg abba kell izé bízni, hogy sikerül megölni minél többet a tigriseknek.
Hősies győzelem, gyerekek! Hát ez tényleg az volt, hát a létszámbeli fölényük, baszki meg minden. És annak ellenére győztünk. Heroic victory. We have won because we chose to act. To win. Szerintem visszük a supply-okat. Meg replenishmentet. Egy ellenféllel kevesebb. Aha. Most is kisegítettük őket, ugye? Nézzem a diplomáciát, hogy állunk. Én vagyok a megbízhatatlan, amikor ők az árulók. Shit. Not you again. Mondjuk most elméletileg a Jan töltet igazából. Igazából érdekes lesz ez. A játéknak az eleje nagyon érdekesen alakul. Egy kör és gyorsabban fogunk izélni. Replenishelődni. I will wait. Elfogadjuk. Az ellenség az itt van fölöttünk. Ugye meg lesz a konfederáció is, sőt meg is van, tök jó. Mi a következő lépés? Stratégiákat lesz, formációkat ad. Ez mondjuk segíthet nekünk sokat. De ezzel viszont elveszítünk valamit. Aha, tehát itt van-e, hogy mindennek ára van. Tehát, hogy egyiket elveszíted, a másik, tehát látjátok? Itt mutatja, hogy mit veszítesz el, hogyha elfogadod. Tehát ugye, hogyha a fejlett harci taktikákat válasszuk, hozzáférhetünk a formációkhoz.
Viszont, hogyha a Tribals írt, tehát ugye a törzsi, úgymond fanatikusságot választjuk, akkor ugye ott van nekünk a félelem. Illetve a charge bónuszunk nagyobb. Illetve gyorsabban futunk. Aha, és többet tudunk toborozni ugye az elefántokból, a tigrisekből és az ilyenekből. Igen, hogyha ezt az utat válasszuk, ugye akkor izé hozzáférhetünk bizonyos dolgokhoz. Igen, az viszont lezár bizonyos lehetőségeket, aha. Ez például lezárja a lovasságot, ez. Érdekes, ilyen döntéseket kell meghoznod. Hogy inkább a törzsi utat választod, vagy a civilizáltabbat, érdekes. Ezek hány mercenerik lennének, akiket hoznánk? Uh-huh. Ezek érdekes dolgok egyébként. Ezeken el kell gondolkodnod, hogy hogyan csinálod. Vagy a törzsi utat követed? Mondjuk a formációknak az elhagyása... Nem tudom. A charge bónuszért, meg azért, hogy ott van nálunk a izé, az üvöltözés, mert még azt megértem, hogy elhagyod ugye az íjászokat, meg a lovasokat, meg a izét, és akkor inkább az elefántokra mész le, de a formációkat elhagyni. Nem tudom. Gyorsabban futnak, charge bónusz. Advanced Battle Tactics. Nem tudom, én szerintem egyelőre fejlesszük ki az ilyen alap dolgokat, utána majd még ezt eldöntöm. De most ebbe én sem vagyok biztos, hogy mi érné meg jobban. A Tribal Zeal vagy a izé. Vagy az Advanced Battle Tactics. Ah, értem én. Egyébként hamar fel fogunk épülni, amióta kifejlesztettük a izét, a seregünk hamar talpra fog állni. De utána mennünk kell Yunnan ellen, és őket be kell olvasztani. Utána pedig ezeknek a töltet, a Yunnanokat be fogjuk olvasztani. Mert Meng Huo már nagyon sok törzset birtokol hozzánk képest. Nem tudom, ezen nagyon gondolkodok, hogy mi legyen, mert a formációk sokat segíthetnének az ügyön. Sőt, igazából már Meng Huo már itt van rajtunk. Egyedülre elfogadjuk. Meng Huo már elvette a területeit, már csak Yao Chang van. Meng Huo-nak nagyon nagyok a területei.
adunk a unit morára is. Van egy kis pénzünk. ...256, ez kicsikét fogyaszt a kasszán, de ez van. Szükségünk van az erejére. Hamarosan eljön amúgy is a tűzköre. És akkor mennünk kell. Nagyon szépen köszönöm! Nagyon-nagyon szépen köszönöm! Fú, baszki! Draco! Nagyon szépen köszönöm! Nagyon-nagyon megtisztelő! Let's Fall Guys! Köszönöm szépen, Draco! Egyébként már volt két FIFA 2020... E, Angil, az igen! Köszönöm szépen, Draco, még egyszer! Mondom, ezt el fogjuk dönteni a következő részig. Azt tuti. Na most, hogy férjúrunk velünk tart, és hamarosan kezdődik... Még nem izélem a Whitefire-t. Whitefire of Autonome. Crippling Blow. Egyébként egész jó felépültünk. Szerintem itt az ideje elindulni, mielőtt még Menkó tényleg felemész mindent, mint a hülye. Sietnünk kell. És elindítjuk a Fire-t. Az ősztüze. Nagyon jó a Wasteland 3, hallod? Én most beleöltem majdnem 40 órát az elmúlt napokban. A Wasteland 3 számomra közel jár az évjátékához. Közel jár Draco az évjátékához. Nagyon-nagyon közel jár. Tehát eddig nálam a Wasteland 3 nagyon az évjátéka eddig. Jó, nyilvánvalóan nem voltak nagy kihívók eddig, de eddig nagyon-nagyon ott jár. Na, férjuram velünk tart. Férjuramnak nézzük meg, hogy mik a fegyverei. Egy macséte? Férjuram. Melee damage, mondjuk armor piercinges a macsétája. Ez armor piercingbe kisebb, mondjuk a macséta az jobb fegyvernek tűnik. Mondjuk itt van a... Expertise. Resolve. Mi legyen nála? Double lenyomja? Vagy maradjon a macsétája? Nem tudom. Nem küzdünk páncélzott unitok ellen. Vegyed fel a duplát. Úgy. A harci elefánt az le van zárva. Followert nem tudunk neked adni, férjuram. Szóval... meg kell égedni. Egyébként hogy összeszedte magát a tigris népe, mi? Figyeltétek? Hirtelen kifejlesztettük, pikpak, supply, minden lett. Sőt, már olyan közel járunk, mennyien vannak itt? Ez a miénk lesz.
Hát azért vannak bent. Ezt elkezdjük kiéheztetni. Ameddig tart, ők törjenek ki. Prei, neked is nagyon szépen köszönöm, hogy 7 hónapja támogatod a csatornát. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, srácok, egyébként a eddigi támogatásotokat. Tényleg nagyon rendesek vagytok. Mennyi körünk van? Hát, ki fog merülni azért. Milyen gyorsan megy? Military supply 100. 56-ot veszítünk per kör. Aha. Resume standard starts. Be ready to move. Defending our homes. Nehéz átkelni. Jó, mondjuk, hogyha velünk van a tűz, akkor annyira nem félek azért. Itt van Menghuo. De mitől nem akar velünk semmit, az jó. Szerintem csak be akarja olvasztani itt a törzseket. De most már mi is kiszakítunk magunknak darabokat. Visszafordult. Nincs semmi gond, mondom mindenki a... Ó! Kijött értünk. Az igazság, hogy gyors stance-ben vagyunk, tehát fáradtak vagyunk. Itt csinálunk egy quick save-et, mert most ezt lehet, hogy nem vállaljuk be. De megküzdünk velük, hogyha már kijöttek. Az igazság, hogy gyorsított stance-ben vagyunk, ami szar. Ellenben viszont rajtunk van a tűz. Szóval elméletileg erősek vagyunk. Vannak velünk ugye... Parittyás tigrisek, ami nagyon jó. Tudjuk jó, hogy milyen jók a tigrisek. Rémületkeltésre. És most azért a bátyánk is rendben van. 18k-s HP-s elefánton. Sőt, én szerintem itt a tax az lesz, hogy... A kezünkbe ragadjuk a izét. A kezdeményezést, és előre rohanunk. Mint a hülye. Megerősítjük a vonalakat. És abban a széleket. Most azért 3 generálisunk van, tehát a morát is könnyebben tudjuk tartani. Úgy. Jó. Híjászok hátul, nagyon jó. És akkor előre zavarjuk a tigriseket. Jó, és szerintem a formációnk meg is van. Unbreakable. Mert jó, hogy a tigris harcosok megtörhetetlenek. Azért nem futottak el. Fáradtak vagyunk. De el kell vennünk a nammaniaktól azt az előnyt, ami az előnyük. Ide fognak jönni. Mi meg bemegyünk ide az erdőbe és pihenünk. És rájuk törünk. Nekünk kedvezzen a terep. Igen, ez egy kiegészítő, de nem horda. Nem van, az nem horda. Itt nincsenek horda népek. Sőt, szerintem a Creative Assembly egyre inkább száműzi. Ja, és igen, hogyha már a Prey szóba hozta a Necromundát, 8-án Necromundázunk, azt is elkezdjük.
seregeik, hogyha előre jönnek, az jó. Akkor hamarabb levágjuk őket. Ez nagyon jó egyébként. Remélem, a gép előre rohan ezekkel a seregekkel, és nem várja meg az erősítést. Na, mint látom, jön előre. Az alatt a mieink remélhetőleg kipihenik magukat valamennyire. Mert nagyon fáradtak vagyunk, ami nem jó. Ők pedig ugye kipihentek. Ugye egy olyan attack stance-be támadtak ránk, ugye, ami nem jó. De remélhetőleg a rajtaütés segíteni fog. Remélem valamennyit ki tudunk pihenni a fáradtságból. Mondjuk még very tired-ek vagyunk. Nem nagyon tudtuk összeszedni magunkat. Lehet, hogy már nem is fogjuk nagyon. Most már csak tényleg az alakzatokba bízhatunk. Hát, hogyha így is úgyis veri tájördek vagyunk, akkor vágjuk le őket. Igazából most csak... Igazából elijeszteni akarjuk őket, szóval küldjük előre a tigriseket. Az ellenséges vezérnek mindjárt nyek lesz. Jó. Ez nagyon jó. Itt ez a lényeg. Hogy az ellenségnek most nincs morálja. Tehát a reguláris seregeik elvesztették a vezért. Igazából sok változás van, tehát a csata, tehát igazából én, nekem nagyon sok minden van, mert én ugye egy éve nem játszottam. Tehát ugye itt mind diplomácia, mind had, itt minden téren elég sok változás van. Például vannak most gate battle-ök. A kieg ugye főleg a nammaniakat hozza meg ugye a déli területeket. Meg ugye ezt a törzsi harcmodort. Ugye harci elefántok, harci tigrisek. Később ugye... Igazából ugye éppen ezen voltunk a csettel, hogy mi legyen ugye, hogy lehet ugye Han mercenariket, tehát Han zsoldosokat bebérelni, és akkor a nammaniakat is átalakítani, a seregeiket mixelni, vagy pedig fenntartani a törzsi szokásokat, érdekes. Vannak ilyenek, hogy halak cserélgetés, a diplomácia kibővült persze, de ezek az íjászok adják nekik nagyon. Az előcsatározóink ügyesen elmentek hátra. A rohamot rendelünk. Félelmet keltünk bennük a harcelefánttal is.
vonulnak is vissza, ennyi. Ez egy rossz ötlet volt kijönniük a városból. The enemy warriors are running! Unleash fury! Prepare! Go, go, go! Strike! Take heed, warrior! Stand ready! Ezekből a Fire Archerekből még kelleni fog egy pár. Ezekből fel fogunk még bérelni. De milyen durva, látjátok, hogy el voltunk fáradva, de mivel ugye ez a tűztensz rajtunk van, ugye ami zurongad. Ugye meddig tart ez a tűz, ugye a Wildfire. Addig igazából még fáradt módban is igazából rohadt kemények vagyunk. Nincs alakzat, nem kell tartani az alakzatot, kapjátok el őket. Annyi, hogy ugye ezek a nammaniak ugye ilyen glass cannon nép, tehát hogy ilyen strike fast hard, aztán fuss. Meg jó a moráljuk, de ugye nem valami védettek. Érdekesek ugye a mechanikáik. Ugye kifejezetten dzsungeles területeken harcolsz. A tigrisek... ja, végül is... Hogyha a lovasságot nem is helyettesítik, de jó unitok arra, hogy megtörjenek, vagy lekap... Hát, igen, Olno, hogy elkapjanak íjászokat például, vagy... Meg ugye gyengén páncélzott unitok, tehát a tigrisek hatékonyak a nanmaniak ellen. A kérdés, hogy a hanok ellen mondjuk mennyire lennének... hatékonyak. Mondjuk ott is, mert például volt egy nagyon jó csatánk ugye ebben a streamben, amit láttatok. Tudjátok, amikor a városba nagyon kis létszámban voltunk és megtámadtak minket. Ott a tigrisek például, hogyha nem lettek volna flank unitok, milyen szarba lettünk volna. Az igazság, hogy ugye nem tudod a tigrisek fölött átvenni az irányítást, tehát úgy működik, mint a régebbi totálvárok. De ettől függetlenül van értelme használni a tigriseket. Ez tetszik, hogy... Nekem ez számomra ez érdekes. Hogy egy olyan mechanika, ami régen volt, de újra lett használva, és szerintem itt valahogy úgy értelmesebbnek érzem, mint mondjuk régen, amikor a Rom totálvárba szabadjára engedtem a Warhoundokat. Tehát a tigrisek sokkal pusztítóbbnak tűnnek, mint a harci kutyák voltak, amiket kifejezetten üldözésre használtam akkoriban. Ki az, aki még nem tört meg? Egy Slinger csapat. Egyébként nagyon sokat lemészároltunk. Ugye a tigrisek valahol a pályán is szabadon rohangálnak, mert ott mutatja ugye, hogy 21-22 tigris van. Látjátok, itt van a slingereknek a száma, 30-30, és ott vannak a tigriseik, ugye egy 21-22. Tehát valahol még rohangálnak tigrisek a pályán. Ugye azok addig ugye nem távoznak a pályáról, ameddig még találnak ugye olyan unitot, ami mozog és él. Az igazság, hogy a slingereik ugye menekülnek, de már jön a férjuram, aztán majd rendet rak. Meg például ugye, hogyha megfigyelitek, ugye a nanmaniak ugye armorokat tudnak leépíteni. Tehát a vezéreik ignorálni tudják az armort. Nézzétek meg, hát így sincs semmi armorjuk,
Hát így meg főleg nincs. Tehát ugye a Nammaniak azért kemények, mert hogyha mondjuk találkoznak egy páncélzott sereggel, a vezérei képesek ugye az armorjukat leépíteni az ellenségnek. Ezért fel tudják venni páncélzottabbak ellen is ugye a harcot. Ugye ez a lényeg. Á, ott vannak a tigrisek, látjátok? Én mondtam, hogy nem mentek el. Tehát ameddig a pályán még van unit, addig ők nem mennek el. Tehát keresik levadászható ellenségeket, a betanított tigrisek. Ez akár lehetne egy háttérkép is. Oh shit! És akkor tudjátok, vannak azok a mémek. Johnny vagyok. Hagyj meséljem el, hogy ez hogy történt meg. Hogy kerültem ebbe a bajba. Hogy a nevem Ming. És a kérdés az, szeretnétek tudni, hogy vajon hogy kerültem ebbe a helyzetbe. Hagyj meséljem el a napomat. Istenem, ez nagyon kész. De tényleg, nézed meg! Tehát így... Úristen! Férjuram már jön. Ezerrel vágtad be a csatába. Ezek így nézik, hogy... Asta, oda néz, hogy repül a csávó. A tigris meg így... Áááá! Zurong meg... I don't give a fuck, öld meg. Nagyon komoly. Szerintetek túléltem? Igen. Egyébként nagyon lenullázták magukat. Ez egy óriási hiba volt. Oda nézzetek. 180 emberük maradt nekünk. 1217. Pont most, amikor a városuk előtt vagyunk. Úristen! Ez egy nagyon rossz ötlet volt tőlük. Ez egy hihetetlen hiba volt. Szegény Ming. A szuplájokat visszük, mert tudjuk jól, hogy milyen gyorsan kimerítjük őket. Ugye, hogyha a tűz rajtunk van. Jó. Átállunk a normál military stance-re. Férjuram szintet lépett. Férjuram miben jeleskedik? Ő is a harcban. Mondjuk jó lenne, hogyha mindenki tanulna cunningot egy picit. Mondjuk ezek a nammaniak ezeket a ösztöneik vezérlik. A military supply-okra nagy szükségünk lenne. Jó lenne, hogy egy picikét okosodnátok. Mint a vadak. Ó, de durva! Megpróbált Xianxi elmenekülni. De az egyik generálisunk utolérte őket és levadászta a menekülőket. Emiatt 625 bónusz experience-et kapott. A nonmoniak azok... Igazából, ja, ezek ilyen Burma, valami, én nem tudom. Azt tudom, hogy Burma területén éltek, amit valaki mondott is, hogy a mostani nem tudom micsoda Burma. Jelenleg. De ja, azt hiszem, a lehetséges. Nem tudom, hogy... Tehát Burma egyébként az ott Vietnám körül terül el. Mondom, szakértőt kérek, mert mondom, most így hirtelen én se tudom. Annyit néztem meg, ugye, hogy technikailag Nammanból később Burma lett. Tehát technikailag azt hiszem így kiváltak Kínából. Mian már, azt hiszem Blorg mondta, igen.
Tehát a Myanmar az a mai Myanmar. De ez a országnak a neve, vagy a területnek a neve? Blorg. Ez a Myanmar? Jelenleg? Meg nyilván ott ugye mi a beszélt nyelv. Igen, ez az ország neve. Ez se szomszédos Kínával, gondolom akkor Myanmar. Még ezt mondjuk... Szó, Vietnám. Mert ugye azt hiszem ezt a mandarin, tehát az a kínai nyelv, dialektus, amit beszélnek a legtöbb helyen, tehát Vietnámba, Kínába és még egy-két helyen. És akkor gondolom Myanmarban is ez beszélik, ott is kínait beszélnek, nem? Vagy ezt a mandarin dialektet beszélik. A Yunnan törzseket kipusztultak. Jó, ezeket le is rohanjuk akkor, normál stance-be. Hát ezt, hogyha nem maragszatok ez autóba, túl ez 81 emberért nem fogunk izélni. És ezeket be is olvasszuk. Most már nem teszünk kivételt, konfederálunk. Mert Meng Huo-nak túl sok területe van, nincsenek vazulusok. Jó, ég a tűz, a szuplájok fogynak, de egyben nőnek is. Most már hagyni kell, hogy a tűz kialudjon. Így van. Yunnan commandery. Suexi, egyébként ez micsoda? Pine Woodcutter Camp van itt. Ez mondjuk ez egy picikét keresztbe tettünk Meng Huo-nak, mert Yunnant nem tudja teljesen uralni Meng. Ugye, mert elvettük tőle az utolsó területet. UX-it. És ugye azokkal vagyunk háborúban. Északra nem vagyunk háborúban senkivel sem. Megnézzük, hogy a Wuyangokkal majd mi a helyzet. Diplomáciába gyorsan nézzük. Aha. Jiangyang tribe-okkal, mindjárt elkezdünk itt beszélgetni. Gyengébbek egyébként, mint mi. Fizessetek nekünk. Jó, non-aggression punk. We approve this. Úgy. Északról nem akarok bajt. Színi, ő is gyengébb, mint mi. Speak quickly. Területet akarnak. Nem, Színivel még baj lesz. Van-e fölösleges tárgyunk? Fegyvereink vannak. Á, accessoire-ink van. Az instinctet, azt, a satisfaction-t, azt, az authority-t, azt sem adnám el oda neki.
Odaadjuk neki ajándékba. Hogy kedveljen minket. És legyen egy trade agreement, legyen közöttünk egy kereskedelmi megállapodás. Mit szólsz ehhez? Rendben van. Úgy. Aha. Tehát akkor igazából az a terület. Jó. Pozitív faktor 95, negatív. Egyelőre egyébként roblik az állapotunk. Manhuoval. De majd összeszedjük majd magunkat. Ugye azért vagyunk megbízhatatlanok, mert egyszer elárultuk ugye azért. Find your spirit. Vannak embereink. Meg kéne néznünk ezt a izét, a kortat, tribal court. Azok, akiknek nincs megbízásuk, hogy kémkedjenek. A bevételünk eléggé kicsi. Mert adtunk egy megbízást is. Fogyni fog a pénztárca. Egyébként az a durva, hogy lehetséges, hogy észak fele kellene menni, nem is délre, de délen vannak az ellenségek. Délen nagyobb ellenség vár minket. És onnan pénzt is kéne szerezni majd. Igen, 400-ban vagyok. Nagy a seregünk, tehát a két területhez képest. Meg majd kereskedni kell. Sisie. Ugye ő az új karakter, ő volt az ingyenes karakter, őt minden, ő gazdag. Let wisdom shine through our talks. Megnézzük, hogy mit tudunk elkereskedni. Érdekes, hogy nincs fegyverünk, amit el tudnánk kereskedni, pedig szedtünk össze fegyvereket, én úgy emlékszem. Ezért mit adsz? Sisi egy igazi műkedvelő. May your fortunes multiply. Úgy. Beszélt nyelv a burmai. Aha.
Hát Myanmarban, vagy Burmában aztán volt szarkavarás, rendesen elég durva történelme volt, de talán itt volt egyszer az egyik legnagyobb népírtás is, az durva. A beszélt nyelv a burmai, aha. Tehát akkor burmait beszélnek. Oké. Na. Emberek. Eltelt 4 óra közel. Én azt mondom, hogy következő alkalommal, ami szerintem szombaton lesz, livestream, tehát holnap után, fogjuk folytatni a kampányt. És addigra eldöntöm, hogy mi a jó Isten fogunk kezdeni a reformokkal, hogy milyen reform jöjjön. És egyelőre még beállítjuk ugye ezt, hogy olcsóbbak legyenek az alapszintű dolgaink. Ugye, hogy az Advanced Battle Tactics, hogy a Tribalzin legyen, illetve, hogy hogyan fogunk megbirkózni ugye a minuszokkal, lehet, hogy seregeket kell majd feloszlatni egyet-egyet. Bár mondjuk elméletil, hát jó, mondjuk azért visznek. Tehát csak addig, ameddig le nem jutunk délre. Vissza ugye az eredeti területünkön. És utána Yangfeng ellen fogunk menni. Meg kell szereznünk területeket, mert Wenghu egyébként egyre jobban megy előre, tehát megy előre, mint a talajvíz. Aztán, hogyha Yangfeng megvan, utána szerintem a színi utál minket, tehát a Wuyangok utálnak minket pontosabban, tehát akkor Buwei ellen, tehát Buwei, azek ellen megyünk először, utána pedig a Wuyangok ellen. Tehát valahogy így fogjuk ezt csinálni, szerintem. Szerintem eléggé elbasztuk az elejét. Tényleg nem kellett volna vazallust csinálni, hanem el kellett volna foglalni Yunant rendesen, mert akkor nem történhetett volna meg az, ami megtörtént, hogy Menkó átvette ezt a területet. Na most már később állnak, ezt is megtanultuk. De szerintem egész jó talpra álltunk. Tehát ahhoz képest, hogy ide visszacsesztettek minket, és mennyi minden volt, azért talpra álltunk. Tehát visszahoztuk magunkat, hála a jó égnek. Most az a lényeg, hogy mi is területeket szerezzünk és erősödjünk, mielőtt még Mengnek több ereje lesz, és elgondolkodik azon, hogy ránk támad. No! Így gyorsan mentek is egyet, szerintem. Úgyni. Az kemény blorg. Mondom, hogy lehet, hogy utána fogok ezeknek nézni. No, tisztelt nézők! Szeretném megköszönni, hogy itt voltatok. Megnéztük a The Furious Wise-ot, ez volt a kampányunknak az első része. Szombaton fogjuk folytatni. Jep, a vörös kmerek. Aha, kmer egyébként benne van a Age of Empires 2-ben is, mint népcsoport. És egyébként nekik elefántjaik vannak. Szóval szombaton fogjuk folytatni, valószínűleg délután ugyanígy ilyen 4-5 körül. Jövő héten is majd fog menni nyilván tovább a kampány, de akkor már meg fog jelenni majd ugye a Necromunda nevezetű játék is, amit én nagyon várok. Ugye ez egy Warhammer 40K világába játszódó úgymond játék, ahol ugye Necromunda nevezetű bolyvárosnak, úgymond a bandáinak irányítjuk, ez egy ilyen körökre osztott taktikai, stratégiai játék, hasonló kicsikét, tehát az XCOM-hoz tudom hasonlítani, de valójában a Mordheim, akik egykoron nézték a Mordheimet, nálam azok tisztában vannak vele, hogy micsoda, de hogyha kíváncsiak vagytok, beírjátok azt, hogy Fenrir Alpha Mordheim és egy hasonló a YouTube-on, és akkor egy hasonlót fogtok kapni. Szóval, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, nektek további jó éjszakát szeretnék kívánni, köszönöm szépen egyébként a támogatókat, és akkor mondom, szombaton fogunk találkozni, és mindenkinek akkor jó éjszakát kívánok. A véleményem eddig pozitív a DLC-ről. Nagyon nekem tetszik, aztán majd mondom, meglátjuk, hogy később hogyan fog ez alakulni. De tényleg, mennyi. Nagyon szépen köszönöm. És igen, holnap egy, és így van Eangil, még az utolsó trollkodások, Fortnite, és mindent, amit eddig nem csináltam, azt csinálni fogjuk az elkövetkezett 1 hónapban, azt mind csinálni fogjuk. Na, de tényleg jó hét, sziasztok!